Hello, Lucy, ezek Sirius Eikes, pedig nem más, mint a péntek délelőtti stream, amiben anózni fogunk újval. Anózni fogunk újval, játsszuk tovább a kis mentésünket, és előbb vagy utóbb mindenféle konfliktusba kell majd keverednünk. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ezt nem fogjuk tudni örökké elkerülni. El tudom képzelni, hogy ma még ne kelljen. Leginkább azért, mert nyilvánvalóan Buttercruiserekkel egymásnak esni sokkal jobb, de alapvetően nem ez a lényeg. Mindenféleképpen harcolnunk kell az idős nénivel, és aztán meg majd nyilván megnézzük a dolgokat, és kitaláljuk, hogy hogyan rendezzük el egymás között ezeket a dolgokat. Viszont én megyek is vissza Discordre. Szia Tasika, szia Franyó Butha, szia Póni, szia Rednél, szia Zavecki. Sziasztok srácok, jó reggelt mindenkinek, hát mi a helyzet, hogy vagytok? Hogy vagytok ezen a csodálatos napon? Innen bentről így az ablakon kinézve így csodálatos. A többiben nem vagyok 100%-ig biztos. Halló! Szerbusz Viktor! Halló, elindítottam közben a Gruppen Stream dolgot. És te meg elfogadtad, meg igen. Szóval hogy végigment a teljes folyamán. Mondtam a nézőknek, hogy sajnos örökké nem fogjuk tudni elkerülni a konfliktusokat. Én amúgy vagyok, hogy próbáljuk meg egyébként legyőzni. Még nagyon nagy flottája van, ha jól emlékszem. Ó, nem a nénivel való konfliktusokra gondoltam, de abszolút értem. Valóban igazad van, a nénivel sem fogjuk tudni elkerülni. Mert ugye azt beszéltük múltkor, hogy először legyőzzük őt. Hát érdemes lenne, igen. Egy pillanat. Mindjárt rájövök, hogyan kell betölteni a multiplayer gémet. Oké, megvan. Team 1, Pinguin Fighter, Team 2, UIV. Meg kell ide téged hívjalak? Meg. Elvileg igen. Gyere Mán, Újvi, na! Na Mán, jövök is. Gyere Mán, legyen egy kis puff-puff meg dur-dur. Karki, nagyon szépen köszönöm a 18 hónapot, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Jó, lenyitottam. Oké. Hallatszottam ingém? Vagy? Tudod, itt az ingémben mindig, de magamat is lenyitottam. Oké, lenyitottam én is magamon. Oké, egy rossz hírem van. Ó. Szürke a start game gomb, mindjárt rájövök, hogy miért. Mert nekem le kell rediznem azért. Oké, cool. Oké, már nem szürke, mehetünk? Mehetünk. Még úgyis az első 5-10 perc az abból fog állni, hogy újra felfedezzem. Ja, hát van. Egyáltalán tudod, mit csinálunk, miért és hol. Igen, éppen hol tartottunk ebben a mentésben. Jaj, imádom ezt a helyet. Jön egyébként új update, új DLC hozzám. Jézusom, még a legutolsóig se értem el. Nem in-game content, de nem úgy in-game content, hogy egy mentésben aktiválódik szerintem, bár most nem olvastam utána, őszinte leszek. Linkeltek Urosi, aki tudod, így szokta ezeket így tolni nekem. Azt hiszem, ez egy új játékmód, ahol limitáltak a nyersanyagok, és úgy próbálsz minél több dolgot megvalósítani, tehát hogy ugyanannyi nyersanyagból próbálsz a lehető legtöbbet összehozni. Tehát egy kicsit más játékmód, mint az eddigi, mert ugye itt végtelenek a nyersanyagok. Wow! Micsoda kis mentés ez. Haldokolnak az embereim, még mindig van nincs kórházuk. Illetve van kórházuk, csak nem hajlandóak elgyalogolni odáig. Hú, na miből éltem én itt? Szappamból. A hatalmas szappan kereskedő. Lehet, hogy tényleg nincsen kórházuk. Valahova tettem kórházat. Hol lennék, ha kórház lennék? Biztos, hogy van Nem találom a kórházamat, Uli. Elloptad a kórházamat. Igen, megvettem. Javítanom kell magam. Nem volt kórházam. Bár akkor egész jól megúsztuk ezt a betegséget eddig, most már van kórházam. Nem, megtaláltam a kórházat, csak nagyon máshol van.
Na szóval, micsoda szép szigete van itt valakinek, Újvim. De ha jól látom, igen, nálad, igen. Nálad is tombol a betegség, nem? Hol látod te, hogy tombol a betegség? Hát lehet, hogy ez csak ilyen, tudod, ilyen szinkronizálási hiba, de középen a... Tombol a betegség, igen. Igen. Zölden, zölden gőzölögnek a házaid. Na, és akkor itt van a néne, akit pedig le kéne zúzni. Neked van hajójavító kapacitásod a kikötődben? Szerintem még nincs. Jó, én leteszek egy párat. Mert ha elkezdünk itt háborúsdit játszani, akkor arra szükség lesz. Leteszek. Hogyha... Az enyém az javítja a tiédet? Halvány elképzelésem sincs. Akkor... Halvány elképzelésem sincs róla. Megnézem, hogy van a közeledben éppen valami hajón valahol. Van. De jól van, köszönjük szépen. Úgyhogy nem kell javítani. Mindegy. Majd lehet, hogy most rá fogunk jönni, hogy tud-e ilyet. És aztán ott állnak majd a vérző hajóim, és úgy így annyit mondta, hogy hát ez sajnos nem működik. Igen. Jaj, de kár. Nem kell az egyik dolgozó, hova lett a dupla grander? Emlékszem, hogy ide raktam, hol vitted? Nem tudom, én nem vittem sehova. Akkor biztos bejött a nyelv és ő rakta el, what? Jó, hát csak alapanyagom nincs, hogy megépítsem. Sziándorló medve. Ó, viszont 12-13 ezer, amit keresek percenként, úgyhogy... Neked mennyi egyébként? Te jól állsz? 13. És én felülről közelítettem meg a 13-at, nem alulról. Tehát ugye ez 15 volt még az elején. Oké. Okay. Mindjárt rájövök, hogy miért. hol mentek el a részvényeim? Ú, de jó lenne ezen a flottán rajta ütni. Van egy kis flottája a rózsaszín néninek. A rózsaszín néni megtámadott engem. Hol? Az új világban, ugye? Nem. Hol? Hát az én főszigetem, ami teljesen jobb oldalon van. Igen. Attól a bal felső csücskében. Szerintem mi háborúban rálunk? Várjunk a nénivel? Pillanatot. Igen. Viktor, nagyon nagy a baj. Mennyi pénzre van szükséged ahhoz, hogy... hogy nagyon sok hajót építs. Na nézzük, nézzük mennyi pénz. Jó, elindultam, de én nem látom, hogy támadna. Hol támad? Most halok meg, már nem támad. Lehet pingelni ezen a jajás térképen vajon? De bocsánat, az új világban voltunk. Az új világban volt. Na, azt kell kitalálni, az új világban valahogy át kéne küldenünk flottát az új világban. Na várjál, megpróbálok összerakni egy flottát. Mennyi hajót látsz az új világban a nénitől? Rengeteget. Oké, okay, megyek, kettő, megnézem három, én. Négy, hát ötöt legalább. Öt nagyot? Vagy öt nagyot. Öt bármilyet. Öt nagyot. Fősziget legjobb oldala. Látszik még ő valahol? Fősziget bal oldalán most hajózik el. Kettő hajója. Aha, nekem az a rész nincsen felfedezve. Látom. Az kicsi. Az egyik az, ami most kijött a ködből, az ott kicsi. Jó, összerakok egy flottát és megpróbálom átküldeni lehetőleg hamarabb. Mely összerakok egy flottát, úgy értjük, hogy rákattintok ezekre a hajókra és azt mondom, hogy flotta. Menjetek az új világba. Oké, lehet, hogy egy kicsit... Kicsit sok hajót küldtem most át az új világba egy lendülettel. Lehet haragszik rám a néni, mert egyébként, tehát kettő részvénye az enyém, három részvénye a tiéd. A néni nézem. Nagyon haragszik ránk egyébként. Jó is mondod. Szóval a néni... Halló! A néni halló. Nagyon haragszik ránk. Szóval azért mondtam, hogy vedd meg a részvényemet. Nyilván nem azért mondtad, de közben... Én abszolút értem, hogy nem azért mondtad. Oké, okay, az a baj, Újvi,
hogy nem... Igen. Nem... nem pénzem múlik, hogy több hajót tudjak építeni. Tehát, hogy nem tudok jelenleg több hajót építeni. Jó. Nincs több influencem. Úgyhogy el kell kezdeni dolgozni azon, hogy több influencem legyen, vagy valahonnan visszahozni másikat. Hú, nekem meg ágyuk kellenek, amiket valahol így gyártok. Melyik az ágyú? Itt az ágyúgyár. Hát csak egy van. Túl sok részvényt vettem. Igen, az helyzet egyébként, hogy túl sok részvényt vettem. Azért nincs elég influencem amúgy. Ajajajajajaj, de közben a néni pénze! Vágjunk bele egy új projektbe. Én nagyon szeretném elérni a Battlecruisereket, de hogy egy kicsit attól most messze vagyunk, főleg, hogy a nénit le kell rendeznünk. Mert hogy ugye különben csak... Hát, hogyha a nénit nem rendezzük le, akkor ugye folyamatosan háborúzni fogunk vele. Jó, viszont... én elkezdek venni. Én meg megpróbálok rájönni, hogy hogyan tudok több influencehez jutni. Ugye, hogyha fel tudnék ugrani a még egy szinttel feljebb, de hát attól olyan messze vagyok, mint Makó Jeruzsálemtől. Ja, Pepe, szia, Somi. Szia, Pepe! Valami történt, mert most 500 000 lett hirtelen. Én vettem részvényeket tőled. Ja, jó. Tudod, a néni szigetében azok ilyen 300 000-es részvényvásárlások voltak amúgy, szóval, hogy abból lehet sok pénzed. Na, de vissza is esett az aktuális időre való forgalmam, 10 000-re. Nyilván semmi közöm nincs hozzá. Ja, nyilván. Valamelyik hajómat támadják. Mi a retek? Ez melyik hajóm? Miért van itt nekem hajóm? Ó, hogy van már az új világban. Te új vi... Na, hagyjad békén a szigeteimen. Nem bántottam a szigetedet. Hát... Hát magától átdorolt át a részvény hozzád. Ide akartak jönni. Én csak kinyitottam az ajtót és beengedtem őket. Gondolom. Most ott vagyok megint, ahol a part szakad egyébként, mert megint kenyér kell. Here we go again. Igen, visszajtottunk megint ugyanoda, ahol elkezdtük az egészet. Tudod, jó, van az a mém, amikor, tudod, a, nem tudom, a kezdő valaki, és akkor arcon csapja magát a gerebjével, és aztán a hozzáértőbb valaki, és akkor tudod, ilyen mindenféle trükk, és aztán arcon csapja magát a gerebjével. Kicsit ez az érzésem, hogy ahogy haladunk ebben a játékban, ugye egyre ügyesebbek vagyunk, de a végén azért arcon csapjuk magunkat a gerebjével. Ez egyébként pontosan így történik. Az annó az ilyen nagyon nyugodt csetes játék. Ja, olyankor így nem nagyon megy a cset. Nagyon sok a szigetem, amivel nem csak egyébként semmit. Ez a baj. Ezért nincs influencem. Cserébe viszont 16 000 bevétel fölött vagyok. Az igen. Ja. Az nagyon szép. Ja. Hát a nénié nyilván. Szóval egy kicsit tudod ez a... Szóval az van, hogy egy kicsit szeretnék is vele háborúzni, meg nem is. Hol lehetne elcsípni valami hajóját, ami egyedül van? Aj, azokat a kikötőket beütni se lesz nagyon egyszerű. Mert egyébként talán
Talán meg tudnánk csapkodni a dolgokat. Keresem a jó célpontot úgy, hogy közben egyébként az összes nyomás részvénye az enyém. Tudod? Tehát, hogy így... Hogy gyakorlatilag akárhol megütöm a saját gazdaságomat ütöm meg. Ez mennyire szomorú. Igen. De hogy állsz az árammal, mint olyannal? Nem kezdtem el, de már lehetőségem lenne rá. Ja, én se kezdtem még el, pedig el kéne. Hú, na nézd, jó. Nem, először nem fosztottam ki nagyon. Egyszer, inkább csak... Új vit nem fosztottam ki nagyon. Problémát, aztán megoldom a kabát problémát. A hatalmas kabát krízis. Igen. És akkor csak utána fogunk nekiállni. Mi kéne ahhoz, hogy ez itt megépüljön? Fa. Oké. Kéne egy nyavajás izé szállítóhajó. Mit szólsz? Ahol... Nem tudom, várjál, még ebbe se vagyok 100%-ig biztos. Azon gondolkozom, hogy hogy kéne most... csinálni itt a dolgokat, a háborús terveinket. A legjobb az az lenne, hogy amint átér a flottánk az új világba, ki kéne ütni a nénit az új világból. Igen, az lenne a legjobb stratégia? Hát az van, hogy most jelenleg ugye fel van darabolva a flottánk, és két helyen van külön. És az új világ nélkül egy csomó mindent nem tudna csinálni. És mondom, most... Szerintem megy oda egy olyan flottám. Oh god. Nekem most van kettő darab Ship of the Line-om. Ez tök jó. Tehát ugye én azért azokkal már elég ütőképes vagyok. Én nekem meg most veszik el egy hajóm. Megtámadta az óvilágban. Na hát ez szép dolog, mondhatom. Viszont remélhetőleg ezzel el fogom tudni én kapni az ő flottáját. Elkezdte zaklatni a hajóimat! Jó, de most meg már hazudni se hazudhatunk az újságba, ugye? Hát hazudhatunk még egyébként. Akkor azért hazudjunk. Ne! Mi történik itt? Viktor? Igen? Óriási háborúba vagy. Irányítom azt a háborút. Jövök, megmentelek. Köszönöm. Úristen, mennyi hajód van. Ez a fele a flottámnak amúgy. Oké, ez a kettő, ez megy javítani. Ti menjetek javítódni. Ship was destroyed, megint... nem tudom, látod a menekülőhajókat? A menekülőhajóit? Igen. Próbálok ideérni, elég messze vagyok. Te újvi, nagyon rossz helyen van az egyik szállítóhajód. Oké, nem nincs... Hoppá. Lát a felvétel közben, mert elfelejtettem törölni stream felvételeket. Nem. Rosszul értelmezted a parancsot. Hattál volna hamarabb miatt leállsz. Az ég áldjon meg. Oké, most elég sok hajóját sikerült egyébként kiütnöm szerintem. És megmentem a hajódat közben. Igen, próbáltam arra menekülni egyébként. Nagyon szép! Sajnos még mindig a tiédet lövi szerintem. Oké, már nem fogja. Ah, ne! Oké, túlélte.
túlélte. Jó, már egyet javítani. Oké, cool. Nálam van a kikötőben javító. Szerintem az egyszerűbb bejutnod, mint a... Oké, következő kérdés. Hol vannak még hadihajói? Jó, három Ship of the Line-t fogok a flottáthoz csatlakoztatni. Oké. Amint odaérnek. Na, viszont nekem meg kereskedelmi útvonalaimat kiütötte közben ez a néni, ami egy elég... Nekem állítanak csak egyet. Nekem azt hiszem végeredményében kettőt. Hú, nagyon boldogtalanok, mi a baj? A kenyér. Meg nem fog jót tenni egyébként ez a háború dolog sem, amúgy. Az nem szokott segíteni. Hogy? Jó, elmehetek, helyreállítottam a cuccokat, a javító mólóim azok dolgoznak a hajókon. Te nem vagy rossz balkalózokkal, ugye? Nem, de jóba se. Jó, hát ilyen ceasefire-öd van, ugye? Hát, ahogyha nem járt le, akkor igen, de egy másodperc. Örömmel jelentem, hogy a héten megjött az új gamer laptop, most végre tudok játszani, és annót! Most keresgélem a funkciókat csak. Jó játékot! Látom a Ship of the Line-jaidat egyébként. Na, közben az van, hogy megérkezett a hajóim egy jelentős része szerintem az új világban. Te újvi, azt a két Ship of the Line-t... Nem tudom. Hova rakjam? Hát azon gondolkozom, hogy lehet, hogy inkább át kéne küldeni az új világba, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, mert nem olyan erős a védelme egyébként a szigeteinek, csak... Csak ugye jelentős veszteség nélkül szeretném... Ne, inkább tartsd ott, hogy legyen olyan sereg, amit te tudsz irányítani. Maradjanak ott. És próbáld meg azzal is védeni magad, amennyire tudsz. Én meg elkezdek egy offenzívát az új világban. Mert ugye, hogy az van, hogy te, hogyha téged megtámad hirtelen, akkor ugye én csak úgy tudok reagálni, ha te szólsz, mert én ugye nem látom, hogy megtámadott. Igen, viszont, igen, hogyha neked igen. Van saját hajód, akkor az gyakorlatilag azonnal el tud indulni oda. Hát attól még egy Ship of the Line-t át tudok küldeni veletek. Na, egyébként ez mondjuk true. Ja, Ermon. Valószínűleg nem fogjuk megvárni, mert szerintem nem hoz annyi firepower-t, mint amennyi. Amennyi időt nem tudom, várunk rá, vagy nem tudom, hogy a jó megfogalmazás. Jó, akkor támadj, jó. Ja. Akkor itt hagyom magamnál. Hát ezeket. Meg tudod, még a végén elkezdi észrevenni, hogy vannak hajóim, azt megerősíti őket. Viszont van egy jó hírem, a néni harcol az új világban a kalózzal. Nagyon jó. Az jó, mert akkor legalább valamennyire gyengíti. Nagyon drágák ezek a Ship of the Line-ok. Eléggé, ja. Arra figyelj, a hajócsatáknál az nagyon-nagyon fontos egyébként ezeknél a hajócsatáknál, hogy ne hagyj ott valakit úgy, hogy tudod, rákattintod mondjuk a Ship of the Line-odat az enemy hajóra, és ne engedd, hogy kövessék csak úgy, mert simán behúzhatja kikötőbe. Jó. És a kikötőben meg ugye elég könnyen. Tehát a kikötőben nagyon kell figyelni arra, hogy a hajóit túléljék. Mert ugye a kikötő az egy téglából meg betonból épített dolog, a hajóid meg fából vannak. Szóval, hogy így nem. Tényleg harcol a kalózokkal? Hát imádom. Legjobb dolog ever. Mondjuk, hát nem fogok hazudni, egy kicsit többet vártam volna a kalózoktól, így sebzés tekintetében. Gyakorlatilag csak odaállították a hajójukat a néni hajója mellé, azt hagyta, hogy szétlőjék.
Oké. Okay. Your harbor. Az... Szia, Kaveri! Micsoda? Van valami akció valahol? Megoldom. Ez a kérdés, hogy közben hallnak-e meg az én hajóim, de arról valószínűleg nem, tudnék. Nem. Az én... hát az üveggyáramat támadja. Ja, Istenem, az valószínűleg csak elhajózik mellett, az pont range-ben van. Nem fognak ide érni. ha esetleg szeretnél látni szigetostromot, amiben lehet, hogy meghalnak hajóim, és nem tudom, jönnél kárörvendeni, akkor most támadom meg a középső szigetét az új világban. Jézusom, micsoda flottával érkezel. Hello? Tü-tü-tü-tü-tü. Hát szerintem te meg sáj. Bocsánat, Vivi. Amúgy láttam azt is. Ó, rosszul álltak be a hajóim. A hátsók nem lőnek. Az egy dolog, de elől állnak a kisebb HP-s hajók. Ó. Oh. Valószínűleg miszklikkeltem egyen. De menjél már! Jó, annak a hajónak ott nem kellett volna meghalnia. Még nem halt meg. Megfog, az ott megfog. Oké, okay, most már lehet, hogy nem. De. Ó, oh, ne most, ne most támadjál rám, néne! Jó, még tart a ceasefire. Jó, oké. Okay. Meg lehet. Elvesztek még egy hajót egyébként, de ez azért csak azért, mert béna voltam. Mind a kettőt amúgy. Ó, és ő meg beállt minket támadni hátulról. Nem, én aztán nem vagyok Anna Harlóval háborúban, az teljesen biztos, hogy ne. Te se legyél újvi. Nem, abban a pillanatban, most vége lett a ceasefire-nek, úgyhogy abban a pillanatban. Szia, doktor úr! Jó, ne, a második hajót sikerült kihoznom, csak egy hajót vesztettem. Az nem annyira vészes. Jó. Megadta magát? Meg az a kérdés, hogy mit munka. Szeretnék vele. Az 34 influence-be kerül, a másik meg 50 influence-be. Az ég egyet a világon nem tudok semmit csinálni. Jól ideértek a hajóim egyébként. Nagyon ügyesek. Ja. Jó, ez egész jó. Akkor ezt a flottát most megjavítom, meg bepótlom, felpótlom rá azt, amit fel tudok pótolni. És aztán viszont neki kell mennem a másik szigetemnek. De Uivi! Igen? Nem szeretnél egy szigetet? Már foglaljak el egy szigetet ott? Nem feltétlenül az, hanem egyszerűen nincs elég influence-em. Mit szeretnél, hogy mit csináljak? Nem tudom, hogy mi erre a jó megoldás. Az, amit most csinálok, az nem. Az, hogy eladok részvényeket egy szigetben, az nem. Ebben a pici szigeten az Old World-ben? Hát, azzal próbálkozom, de hogy ez nem tudom. Minusz 25 izébe vagyok, ugye influence-be, ami azt jelenti, hogyha ugye be tudnám, tehát hiába tudnám benyomni hadsereget tekintve az utolsó szigetét itt. Nem tudom benyomni, mert nem tudok vele utána mit csinálni. Tehát amikor benyomom, akkor akárha klémelem, akárha az mind a kettő influence-be kerül, ugye? Fura. Most nem akarok Ziggy egyébként, mert most tényleg be akarjuk csinálni ezt a nénét, úgyhogy most nem. Hát én azon gondolkozom, hogy van ott melletted egy sziget, a fő szigeted alatt,
Azt nem akarod kivásárolni? És elvenni, amikor kivásárod az összes részvényt? Nézd meg ezt, amely ahol most veszek. Igen, aha. Nem tudom, hogy az megoldja, hogyha elveszed. Hát csak ugye ez 10, 20, 30, 40, 50 perc. Oh god, az se lesz hirtelen nagyon jó megoldás. Mert ugye... Tehát az a baj, hogy várnom kell 10 perceket. Ja, abszolút értem, persze. Nem lehet valahogy pénzből venni influence-t? Tudom, hogy ez nagyon hülye hangzik, de pénzem rengeteg van. Nekem van 596 influencerem. Influencer. Nem lehet adni? Nem. Talán azon gondolkozom, hogy ha az újsághoz nem nyúlok, akkor onnan visz... Várja, mennyi influence tartok a propagandában? Ó, a világ összes influencerét tartom a propagandában, azt mondod? Akkor jó, hát akkor ennyit a propagandáról. Nem tudom, hogy jön-e magyarosítás. Tényleg nem tudok sajt erre. Mi a pénzünkkel? Hát ez Victoria az egész sziget. Victoria az egész sziget. Hoppá. Hol van az a hadihajóm, akit ide küldtem fával? Ez az item, ez ad-e influence-t? Chance of riot, happiness, workforce, jó, de miért akarnám, hogy boldogok legyenek az embereim? Úgy, ha látsz valahol egy közepes méretű hajómat, akkor kérlek szólj. Ó, semmi baj, megtaláltam. Jó. Azt hiszem, megtaláltam mindet. I hereby sentence you to not very hard labor. You're getting off lightly. Not everything of yours is out. Ja, egy escort küldetés, biztos hogy szeretnék csinálni egy escort küldetést, haver. Tehát, hogy más se szeretnék csinálni. Amit egyébként lehetne csinálni még, hogyha van felesleges katonai erőd, amit éppen tudod nem használ sehol, akkor megpróbálhatnánk elkapkodni a hajóit a rózsaszín néninek. Pont azon vagyok egyébként. Na, azt tök jó. Mindjárt az egyik meg is lesz amúgy. Mhm. Elkaptam. Elkaptad? Egy hajóját elkaptam, megyek a kövire. Hát igazából minden, amit tudod, amit elkapunk, az... Az gyengíti. Az gyengíti, igen. És az nekünk elég. Így. Oké, hogyan tudom szerinted mesterségesen elvenni a propagandáról az influence pontot? Nem tudom azt mondani, hogy hé haver, mostantól not anymore. Vagy meg kell várnom, hogy megjelenjen az újság. Hű, mondjuk azért elég durva propagandám van, úristen. Szerintem az újságra kell várnod egyébként, és ott kell majd akkor... Akkor újságíró bácsi, tessen már kiadni egy újságon. Jó, de közben én is nyomom a propagandát, jó, mondjuk nekem nincs annyi hajom, meg nincs annyi szigetem sem, meg... Hát ugye nekem a szigetekben, tehát hogy úgy van most, ha az influence-t, ha megnézem, akkor tudod, vannak ezek a pontok, hogy írja le. Tehát nekem propagandában van 255 influence pontom, trade-ben 8, military-ban 80, expansion-ben meg 307. Tehát hogy az ki van maxolva teljesen. A militarit feljebb lehetne tolni, mert gyorsabban lőnek tőle a hajók. Mert ez csinálja. Egyébként nem tudom, azt észrevetted-e, de hogy amúgy megbénítottuk a nénét.
Én nem egyébként, mert én meg itt látok mozgásokat. Nem úgy értem, tehát hogy oké, van mozgás, meg próbálkozik, de hogy nem bővül az a flotta, meg nem építi a hatalmas dolgokat jelenleg éppen. Megfogtuk. Hát szerintem őnek a gazdasága nagyon rosszul áll jelenleg. Elveszti még azt az egy új világ szigetet, amit sajnos megerősített. Nem erősített meg jobban, mint az előzőt. Pont ugyanannyira van megerősítve, mint az előző. Hát ez egy fantasztikus hír. Na honnan szerzek egy Ship of the Line-t, hogy pótoljam vele? Jaszkoti, gyere segíteni, igen, igen. Új kikötőjét lesz iszonyatosan nehéz sokkal benyomni. Sokkal gyorsabb az ő hajója, mint az iszonyatosan én. Iszonyatosan nehéz. Az egyetlen flottán dolog, amit tudok csinálni, az majd, ha vele kell harcolni, az, hogy a kereskedelmét a szigetei között kiütöm, mert azt meg tudom csinálni a hajókkal. De hogy ezt a szigetet benyomni, ez nagyon nehéz lesz. Jó, visszamegyünk védeni a... Nem, ezt úgy nem hallottam. Éppen elemzem a potenciális lehetőségeit annak, ha majd egymással kell harcolnunk. És akkor erre így kérdezik a cseten, hogy ezt úgy is hallja? És így, nem, ezt úgy nem hallja. Hát nem csak esélyed lenne jelenleg egyébként. Nagyon erősen be vagyok védve. Hát benyomni azt a szigetet nem, az tény. Láttad, milyen igen, ágyúim vannak? Ja, azt pont azt elemezgettem, igen. Hogy az ott bizony probléma. az ott bizony probléma. Itt még mindig nem jutott? Meg az embereim haldokolnak. Az viszont probléma szintén. Igen. Scotty, menj kémkedni. Mennyi szigete van a Viktornak? Mennyi az pénze összes van? Az összes. Több mint másfél millió. És 18 ezer jön egységnyi időnként. 18 ezer? Hát most leesett 17.980-re. Vagy hát igen. Hát a stream eleje óta jön ennyi egyébként. Na, te csak ne vásárolgassál izéket? Mennyi innen? Elég az neked, elég az neked. Na, húzzál innen. Hús. Valamitől lett influencem. Mitől lett vajon? Vásárolgatom közben a részvényeidet. Ó, ettől lett influencem. Ó, ettől, ezért van kevesebb pénzem. Nagyon szívesen. Az a helyzet, hogy közben egy kicsit köszi. Tehát közben nyilván vesztettem egy csomó bevételt, de hogy közben egy kicsit köszi. De pénzed van már alapból, nem? Inkább adok egy kis influencert akkor, vagy influence, mi az Isten ez? Influencer csak visszaraksz minuszból, tehát azért nem adsz. Hát de próbálok segíteni rajtad ezekkel. Jaj. Flex, nagyon szívesen. Szia. Lehet, hogy egy kicsit túltalom itt a pálya bal oldalán egy escort mission csinálnak a hajóim. Tudod, hogy ha már vannak, akkor legalább keressék meg a fenntartási költségüket. 3 Ship of the Line és 4 fregat védi a küldetést, és 2 kis egyárbócos cucc támadta őket. Csak és kizárólag betonból fog tudni meg. Kit támadnak? Nem mondod, hogy a néne még így is, hogy alig van ereje a nőnek, még így is támadja egyébként a szegény idióta srácot. Igen. Hát ez mennyire durva. Teljesen értelmetlen most az, amit csinál. Na! Lássuk, gyerekek, elvileg helyre hoztam a kenyeret is.
Még egy egység hiányzik, de hát az már alapból jó lesz. Na nézzük. Ó, oh, melyik gombbal forgattunk az annóba? Várjál, a kurzor, kurzor. Vagy hát a, mert mint a golyó az én, amivel scrollozunk az. Meg kéne lőni, fiú. Jó. Oké. Nem oké. Az baj. Nekem velük ceasefire-em van, erőre nem fogok lőni. Csinálok egy küldetést, és a... van ez a kis pipetta hát... ikon, medve, azzal tudsz kijelölni. Sajnálom. Azok nem, a küldetéses kalózok nem azok a kalózok. Az őt leölőhetem? Igen, azokat lelőheted. Teljesen nyugodtan, azok nem ugyanazok a kalózok. Te gyártasz már vasbetont? Vagy betont, nem tudom ezt minek hívják. Betont, igen. Hát én nem. És ezt nagyon gyorsan be kéne pótolnom. Várja, gyártok betont? Ő elfoglalt egy új szigetet. A hölgy. De nagyon kis pici nyomi szigetet, szóval nem egy nagy probléma szerintem. Kell még influence? Nem, most már pozitívba vagyok. Mondjuk mindjárt leverem magam megint mínuszba, mert nyilván neki megyek a nőnek. Szólj, mert valamelyik kis szigeteden veszek akkor. Ami nem termel sokat. Uh-huh. Jaj, de aranyos ez tőled. Hát egyelőre még szövetségesek vagyunk, még nekem is fontos, hogy erős maradj. For now. Na, nézzük ezt, hogy kellene megtermelni. Elképesztő egyébként, hogy mennyire kevés kereskedelmi útvonalból tartom fent jelenleg a gazdaságon. Hát mondjuk egyébként önmagamban nem is jó a gazdaságom. Tehát, hogy attól jó a gazdaságom, ugye, hogy részvényeim vannak helyeken. Hát attól jó a gazdaságot, hogy megvetted a részvényeimet, és felhizlaltalak. Hát egyébként volt benne ilyesmi, igen. Talán. Ez megvan, ilyenem van itt. Jó, elkezdtem csinálni az áramot. Meddig kell eszkortálni ezt a vacakhajót? Hát nem igaz. Kivel ért véget a ceasefire? Én már nézem is, hogy remélem nem velem. Nem, a izével. Veled nincs ceasefire, veled konkrétan Alliance van, az nem ér véget. Csak hogyha megtörjük. Azt a többiekkel meg nyilván war. Tehát, hogy nyilván war van mindenkivel. Mindenkivel háborúzunk. Igen, de mi kell ehhez? Jó sok barátom van, Kori. Mindenki utál engem, nézd meg. Ó, hát küldi közben, jól lekapjuk az egyik hajóját a nénének is. Hát ez mennyire egy jó hír. Ez micsoda fantasztikus hír ez. Van itt egy eladó teherszállító hajó? Jó, Viktor, nekem van egy nagy kérdésem. Ajaj, mondjad. Mi is a limestone magyarul? Mészkő. Igen. Tehát a mészkövet egy adott szigeten tudom kibányászni. Igen. Viszont az nem a főszigetem, és csak a főszigetemen vannak engineerek. Igen.
A bánya az nem engineerekkel működik, abban viszonylag biztos vagyok, mindjárt mondom neked. A limestone bánya az workerök kellenek hozzá, és az mondjuk szintén baj, mert akkor ezen a helyen én se tudok. Szia Mikey! Több különböző megoldás van, attól függően, hogy melyik szinten vagyunk. Az egyik... Szállítom haza ugye a mészkövet. Azt így is haza kell szállítanod olyan helyre, ahol fel tudod dolgozni. Itt a munkaerő inkább a kérdés, tehát hogy ki kell szedeted ki a mészkövet. Kezd annyira bonyolultá válni egyébként minden. Hát én nekem meg az a baj, hogy én meg nagyon azért figyelek, nagyon a háborúra figyelek. Nagyon a háborúra, igen. Kellenek még hajók, amik szállítanak. Ilyen. Akkor ezzel megoldjuk a mészkövet. Szia Lilla! Szóval, ami inkább probléma, az az, hogy a... Hogy a bánya maga, az munkásokból dolgozik, nem pedig farmerekből, ami azt jelenti, hogy nehezebb tudod csak úgy ledobni valahova aztán kalapkabát. Remélhetek, nekem van egy influence bónuszom, ami miatt van extra munkaerő minden szigeten. Tűnt az egyik... Azt nem értem. Azt nem én voltam, mi történt? Az egyik ship of the line-om eltűnt. Ki írja, hogyha háborúba keveredsz, szóval ez meglepne, ha csak úgy, tudod. Elküldtem escort mission. Tudod, miből él a csaj? Na. Kereskedik a izével. A börtönnel. Nézd meg, a börtönnél van az összes hajója. Jó, megyünk a börtönbe. Ez nem az. Hát mondjuk ez a kettő ship of the line és kettő izé. Hát ezt simán megcsinálom én is akár. Jó. Én nekem escort mission-öm van jelenleg épp az összes hajóm, aminek nem kéne így legyen, de azt hittem, hogy egy pillanat alatt véget ér ez az escort mission, az könnyű money. Azt azóta ez megy. Átküldtem egy nyolajás Ship of the Line-t, és olyan lassan ér át az új világba, hogy ez valami hihetetlen. Ha azt a két Ship of the Line tervezett csak ráengedni arra a hajó, azokra a hajókra... Nem, jönnek még, okay. Csak ők voltak nagyon közel. Jó, mert akkor ezt nagyon-nagyon mikrózni kell. Jó, tudod mit? Kimegy az újság így. Szia, Laxi. Kimegy az újság így. És megjöttek az influence pontok. A viszontlátásra. Viszont... Uff! Nincsen semmi propaganda hatásom, és lefeleződött a bevételem. De látom, azért részvényt sikerült venni még. Ja, azt visszavásárolom, persze. Most már vannak pontjaim rá. Szóval azért ment ennyire jól a gazdaságom, mert mindenki hazugságokon élt. Hát ez elég jól hangzik. Ó. Gyorsabbak, mint... Jó, mindegy. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy meg fogjuk védeni. Beállítok egy flottát ide a börtönhöz. És ha ide jönnek, elkapom őket. Az jó ötlet egyébként, ez abszolút működik. Szia Soma, mi a helyzet? Jaj, ne idegesíts. Honnan került ide ez a hajó? Hozzátenném ezt, amit most csinálok, ezt nem én akarom. Jó. Akkor ne is. Hát, ezt Znavecki mondta, hogy ezt csináljam. Aha, kényszerített rá. Kényszerített, hogy ezt tegyem meg. Abszolút érthető.
hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fogok emlékezni rá, de abszolút érthető. Jó. Azt idejön vigyorogni. Elárulott, azt idejön vigyorogni. Hát szép dolog. Get in there. I'll keep you. Rednész, köszi szépen a csírt. Nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Na mit kellene megépítenünk? Nézzük. Ilyet. Your ship has returned from its voyage. Na végre. Time the rigging. Ja, mert hogy... Aha. Nyilván ez még nagyon távolinak tűnhet új, de hogy azért így érdekelne, hogy neked mik a terveid a háborúskodás résszel? Veled szembeni háborúskodás, vagy csak igen, úgy a... Igen, igen, igen. Hogyha a rózsaszín nénit megöljük, akkor azonnal transition, vagy nem tudom, nem, szeretnéd... Nem, én élvezem a játékot. Tehát, hogy... Jó. Oké. Okay. Tehát, hogy adok neked egy napot még. Hogy mit csinálsz? Adok egy napot még ahhoz, hogy élhess a játékon belül. Á. Ah. Oké. Okay. Most meg kabátom nincs. Én azt gondolom, lehet, hogy rosszul, hogy nekem stabilabb a gazdaságom. Ez teljesen biztos egyébként. Most jelenleg, szerintem most jelenleg sokkal jobb a bevételed, mint nekem. Meg sokkal, sokkal stabilabb a gazdaságod. Na, meddig nyilván valaki ki nem üti azokat ott. Ezért is kérdés egyébként, mert hogy ugye neked most jelenleg, ezt valószínűleg nem kéne átbeszélnem veled, de szóval, hogy ugye neked most jelenleg stabilabb gazdaságod van, viszont nekem meg sokkal ütőképesebb hadseregem. Hát, igen, igen. Ami ugye nyilván... De nem tudnád beütni egyik... Yes. Egyik... Igen, nincs annyival ütőképesebb hadseregem. Amihol megállnak a hajók. Kikötő. Egyik a kikötőmet se tudnád beütni. Nem, ez teljesen igaz. Sőt, csinálok is még egy-két izét. You have to protect your own. Azért csendesen elkezdünk erősödni. Azért értitek, mi lehet abból a baj? Viszont szerintem még ebben a mai streamben ki fogom tisztítani a nénit az új világból. Az viszonylag biztos. Mitől ennyire drága ezeknek a Ship of the Line-oknak a fenntartása? Elég drága, a Ship of the Line-ok elég drágák. Csinálgatom most itt a hadihajókat. És a 13 000-ről beesett 12 000, vagy 3 000-re a bevételem. Az mondja, az más. Az szerintem az valami más. Ebben nem, ezt nem tudom most neked így teljesen egyértelműen mondani, de az valószínűleg valami más lesz. Vagy visszavetted a propagandát, ami még ugye dobhat ekkorát gyakorlatilag. Vagy... Hát nyilván elég sok minden lehet egyébként. Visszavetted a részvényeidet? Vissza. Hát de az sem lehet ennyi.
Mert mit, érted, ja, mire gondolod? Most így nagyon sok, igen, fel, értem. Jézusom. Az én érdemes megnézni a Schnapps, meg a Room. Azt hittem a Rumos hajómat kilőtték egyébként. Ami szállította eladásra a Rumot. Na, az például lehetséges, igen. Azért van abban valami báj, amikor szénné csalja a játék egyébként az összeütközéseket. Szóval volt egy szigete, aminek nem volt semmi védelmi épülete. Ráküldtem a hajókat, az előbb, amikor csekkoltam, még mindig nem volt semmi védelmi épülete. Amikor, mit tudom én, amikor tudod, 1 kilométerre voltak a szigettől az a hajóim, és amire megérkeztek, lerakott 2. Oh. Na, hozzuk csak azt a Rumot. Az a kérdés, hogy szab... Ja, hogy nekem 3 hajómat is. Csak a Rumot, de... Köszönöm, Sonkám. 3 hajómat lőtték ki, most látom. Úgyhogy kell hajókat készítenem. És az egyik a szappanos hajó volt, amiből a legnagyobb forgalmat csináltam. Istenem, nem akarok izét. Mondjuk az nem jelenik meg, érted? Tehát, hogy az nem jelenik meg a bevételedben, a szappankereskedelem. Azt se látnám? Tehát azt nem látnád így külön. Aha. Jó, már csak 1 szigete van az új világban a néninek. Mennyit számít egyébként? Nagyon durva, hogy mennyit számít a... A propaganda. Tehát, hogy tényleg mennyit számít a propaganda. Úgyhogy valószínűleg a boldogság valahol a 2 között lesz, tudod. Hogy nem is az, hogy semmit nem költök rá, és nem is az, hogy minden influence rá költök. Ó, Atlasz, köszi szépen! Nagyon király vagy! Köszi szépen a 20 napon! Igen. Hova kell vagy a... Aha, ide. Ó, tudod, miért esetett be nagyon a bevételünk annak ellenére, hogy vannak részvényeink? Na miért? Mert a csajnak beesett a részvény. Persze, tényleg. Hát a csajnak sokkal kevesebbet ér jelenleg igen, a... Igen. Valóban. Azt igyettel. Gyakorlatilag nem létezik már a gazdasága körülbelül. Szia, Ubul! Mi a helyzet? Most kellene megtámadnunk amúgy. Én nagyon szeretném az új világból visszahozni a... Látom, hogy veszed a részvényeket, jó. De hogy én meg épp azért veszem... 313 000! De neked akarok segíteni, hogy legyen pénzed. De köszi, se pénz, se influence nem kell jelenleg. Ja. Én meg ugye azt próbálom, hogyha megveszem csak a szigetét, akkor... tehát amit éppen most próbálkoztam, az, hogy ha megveszem a teljes szigetét, akkor ki tudom-e paterolni onnan. Hát. Most elkezdtem küldiket csinálni, hogy legyenek ilyen kártyáim, vagy tudod ezek a... Ja, meg legyen cashünk. Igen. De jól hangzik, Ubul! Úristen, de jól hangzik! Nem nagyon akarok belevágni most semmi új projektbe. Mi a helyzet a rummal? Én hozok egyáltalán haza rumot? Csináljak egy múzeumot, hát biztos nem fogtok múzeumot kapni. Vagy fognak múzeumot kapni, csak nem most. Hát igen. Viszont tele van a céllal, úgyhogy... Van-e nekem szúnyókáló halom hajóm? Hol vagy? Nem valami jól működik ez az új világos dolog. Mert? Mert támadják a hajóimat, kérem.
Hát kettő szigetét elvettem. Ki támadja? Egyébként álljon meg a fákjás menet, mert nem így működik ám az. Hát ezért pénzelem a hadsereget? Hát de nem a pénzeled hadsereget. A hadsereget. Hát ez a baj, hogy nem pénzeled a hadsereget. Én viszont minden figyelmemet háború mini izékre költöm. Na, oké, végre sikerült valami küldi. A kérdés csak az, hogy hol a retekben van a flottám. Oké, megvan a flottám. Ó, az is a börtönnél van. Hát akkor mindannyian a börtönnél állunk. Látom. Egy hangyányit nagyobb a te egyébként, flottád. Ha megnézed a statisztikákat, amik ugye kicsit becsapósak, de amúgy tényleg nem sokkal nagyobb. Ugye azért becsapósak egy kicsit, mert... mert ugye az ágyúid... Tehát, hogy neked ugye ágyúid vannak, nekem meg hajóim. Igen. Hát szerintem az én kikötőimet nagyon nehéz lenne bedönteni jelenleg. Ez teljesen egyértelmű, igen. A gazdaságodra nem igaz ugyanez, de igen. Tessék? Semmi. Erőfitoktatás gyanánt idehozok még egy Ship of the Line-t. Hogy nem csak ágyúim vannak. Hogy nem csak ágyúim vannak. Ami nagyon izgi, és amit ki kell találnunk egyébként így is, úgy is, az tényleg az, hogy a nénit a két fő szigetéről hogyan pateroljuk ki. Tehát, hogy sok ágyúja van. Igazából nincs sok ágyúja a néninek. Nincs a... Nincs kettő ágyúja van. Három. A fő... Az fő... Isteromból az egyik. Hát én most, a, most az egyik szigetet nézem, hát, és ugye ugyanilyet épít mindenhova. Kettő nagyobb ágyú, egy kisebb ágyú, és az épület, tehát a fő része az épületnek, mert a, tudod, a központi kikötő épületnek is van ugye ágyúja. Egy. Ilyeneket ütök be most az új világban. Akkor ez egyáltalán nem olyan nagyon-nagyon nehéz. Én elindulok. Hova? Menjünk, támadjunk. Támadás! Oké. Okay. Melyik szigetét? Vegyük sorra a szigeteit. Hát szerintem azt, amelyik kevesebb pénzt termel. Várjál, Hát a legkeletibbre fekvőt, ami az szerintem... éjszigetem mellett van. Az például nagyon pici, és abban nincsenek részvényeink. Ha az például egy nagyon jó ötlet, igen. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon jó ötlet ott. Jön egy flottája! Jó. Te izé mellett? Igen, vissza is fordulok. Én meg fordulok rá, hol van? Nyugatra, a börtöntől. Börtöntől nyugatra. Jó irányba megy a flottám? Igen. Jaj, igen. Az a három hajó? Oké, megyünk. Igen. Azért ne fordulj vissza, gyere szépen, te is, haló. Hát nem fogom én elvégezni az összes piszkos munkát. Nem, úgy gondoltam, hogy rájuk fordulok vissza, hogy a szigetről visszafordulok rájuk. Tényleg így gondol... Kajak így gondoltam. Oké. Oda néz, hogy jövünk. Hasítunk. Rámegyek hátul a izéire, Ship of the Line-okra. Nagyon elkapom őket, júj! Egy hajom hagyjad nagyon nagyot Viktor. Kapott. Hagyjad csak. Nincs valahol javító műhelyed a közelben? De van egyébként a főszigetemnek a jobb oldalán. Fősziget jobb oldal... Ja, Menover. Mit értünk jobb oldal alatt vajon?
Hát van a főszigetem, és annak a jobb oldalán van a főkikötődnek a jobb oldalán. Ó, látom. Jó, a hazaküldöm kettő. Azt az egyet, ami nagyon megsérült, és aztán részemről mehetünk. Nekem is van egy, aki megsérült, de én hajlandó vagyok feláldozni a szövetségünk érdekében. A szövetségünk érdekében. Viszont közben... Ja nem, még nem indulok el. Azt akartam mondani, hogy elindulok az új világban is, de ott még csak most érnek meg javításra a hajóim. Elindulok a szigetére a hajóimmal. Jó, jövök. Akkor itt ezt a szélső szigetet jól értettem, gondolom. Amelyikben egyetlen egy részvényünk sincs. Arra vigyázzunk, hogy egyszerre érkezzünk körülbelül. Hát együtt megy a flotta, úgyhogy... Együtt haladunk, ahogy én látom. Hát csak, hogy ne menjünk rögtön oda, hanem álljunk meg előtt a te szigetednél, és ott regrupoljunk, és onnan, mert onnantól úgyis szerintem mikrózni kell a hajókat. Tehát, hogy az nem úgy fog tudod működni, hogy... Így mikrozgatod, így belekattint, az kihozod a sérültet. Hát azt ilyenek? A hajót, amelyiket elkezdik lőni az ágyúk, tudod, az azt elején van egy hajó, ami valószínűleg felveszi az agrót. Azt gyakorlatilag hajóztatom tovább azonnal. Van egy kisebb flottája egyébként ott annál a szigetnél, ahova tartunk. Fú, elég szar irányba vagyunk mindketten. Oké, akkor mit szólsz, ha itt a két sziget közti szorosban regrupolunk? Rendben. Nem tudom, hogy lehet, nem lehet pingelni, gondolom. Mindegy. Mindegy, értettem egyébként. Na, javítsátok ti meg az új világban ezt a hajót, mert új vinak itt támadják a hajóit, ez meg nem állapot. Úgy javítják? Tehát az én... Ja, nem ellenőriztem, meg mindjárt megyek megnézem. Javítja. Javítja, igen. Ja, javítja. Nagyon jó. Ott. Az meg arra lenne nagyon érdemes vigyáznod egyébként, hogy egy, hozol egy pici hajót, az szigetfoglalásnál teljesen felesleges, a kicsi, én ezt be se küldeném. Kettő, a Ship of the Line-od, az egyik, az ugye nagyon rosszul van. Igen. Azt lehet, hogy érdemes lenne a többi után beküldeni. Jó. Mert akkor ugye nem az veszi fel az agrót. Igen, értem. És egyébként mindenképpen érdemes a Ship of the Line-okat beküldeni először, mert ugye azok a tankos hajók a másik is ad hozzá damage-et, de hogy azok jók, ha később csatlakoznak az ostromhoz. Jó, ez közben elkészült, és akkor neki megyek az utolsó szigetének az új világban. Hát van itt egy hajója egyébként, a másik szorosnál. Itt ennél a szorosnál meg nagyon óvatosan menjünk majd át, mert lehet, hogy a kikötőjéből az ágyuk át tudnak lőni ide. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, lehet, hogy nem tudnak átlőni. De az teljesen felesleges lenne, hogy mi ne tudjuk őket lőni, de ő meg tudjon minket lőni. Igen, de szerint, hát talán oda nem fog tudni átlőni. Ja, remélem, hogy szerintem range-en kívül vagyunk amúgy. De például a külön jön, ami külön jön Ship of the Line-od, az ha nagyon közel megy a parthoz, valamilyen oknál fogva, nem tudom, mert olyan útvonalat választasz neki, akkor azzal lehet baj. Jó. Most csatlakozik a másik Ship of the Line, teljes a sereg. Nagyobb ívbe fordulok rá a szigetére. Hát itt szerintem igen, itt érdemes kimennünk akár egészen a pálya széléig és ott felmenni. Igen. Nagyon nagyot ütnek ám azok az ágyúk, nagyon fura. Igen. Vagy hát nem fura, nyilván egy böszmer egy ágyú egy fahajóra, szóval értem, hogy miért.
ezek ott mennek. Micsoda gyönyörű flotta ez így együtt, ahogy mászik. Amúgy ez megfélemlítően szép. Hát azért jó egyébként rengeteg hajót rádobni a kikötőre, mert akkor több esélyünk van nem veszteni hajót közben. Hát, ha tudod, eloszlik a sebzés, meg ilyenek. Aztán tudja tankolni a sok. Az elrettentő erő, igen. Úgy. Most igazából erőt demonstrálunk a hölgynek. Igen, mert gazdasága már egy ideje nincs. Hát most már csak a flottája van. A gazdaságát nagyon gyorsan kicsináltuk egyébként. Onnan van egy rossz hírem, attól majd megveszed az összes részvényét, attól nem lesz a... Ja, attól még fog ő pénzt csinálni? Hát attól nem veszed át a szigetet. Automatikusan. Átléptem az első milliómat. Király. Hát én nekem most ez 300 ezrembe került ez a tapasztalat, szóval... én most épp nem vagyok annyira boldog. Kicsit tudod, reménykedtem, hogy ezt a szigetet benyomjuk a retekbe, és aztán a következő szigetet meg megveszem, és akkor rögtön elveszünk tőle kettőt, és ez mennyire jó lesz. És aztán így megvettem, és így, nope. nem, ez nem így működik. Hogy állnak ott a kis katonái az ágyuk mögött? Igen. Ja, szerintem tudják, mi jön. Na. Viktor, megyek előre, jó? Pussolok én először. Hát ne azokkal, amikkel most mész előre. Ship of the Line-okat vidd, csak. Én is kiszedem a flottából a Ship of the Line-okat, és a többit meg behúzom később. Az egyik Ship of the Line-t hátul akarom hagyni. Igen, az nincs jól. Kattints a középső gombra, hogy átvedd a szigetet. Na várjál, valamit ki akarok próbálni. Ó, hogy még lejár még egyszer, és aztán át fogom tudni venni a szigetet. Wow. Jó, akkor nem veszek nálad most részfényt. Én támadok. Megyek, jövök, én is. Rosszat támadsz, az egy hajó. Igen. Azt, amit lőnek, a baloldali Ship of the Line-odat, ami nagyon sebződik, azt már viheted is ki szerintem. Gyere már ki onnan! Hát ugye az a baj, hogy azzal kell ilyenkor számolni, hogy nagyon egyre lassabb, ahogy tudod, sebződik a hajó. Ó. És amiatt így azonnal kell köbe küldeni. Lehet, hogy elvesztik a fókusz, nem vesztik el a fókuszit. Nem baj. Jött egy hadihajója, de szuki. De indulják kifelé, de nagyon gyorsan. De is indulják kifelé. Meg ugye egymásba is akadnak a hajók, és ugye az is lassíthatja, hogy manővereznek kifelé. Haló, a kifele az ennél kijebb van. Jók vagyunk már egyébként, be vannak ugye ütve az ágyúi. Ja, láttam, de már elkezdtem a lootot összeszedni. Na, ilyenkor mi van? Vége a játéknak.
Én ilyet még nem láttam. Oké, okay, az alapján számolja ki a sereket, hogy ki ütött rá nagyobb morálloszt. Nem tudom, hogy ez, azt viszont mi alapján számolja. Ki lászíteli az ágyúkat? Vagy érted? Tehát mi a... Már ne tudja. Gratulálok, szép volt, szép győzelem volt. Hát ezt benyomtuk. Be. Meg haza kicsit megnyalogatom a sebeit ennek a flottának. Ugyanez. Javítgatok egyet otthon. És közben... Jönnek hajói. Hadi hajók? Nem, ez egy teherszállító. Annyira gyorsan megölöm, hogy nem tud rám lőni. Ez egy teherszállító. Jó, megöltem. Oké, okay, most tényleg jönnek hadi hajói egy darab. Úristen, annak az utolsó szigetének mennyi ágyúja van. Vagy hát nem utolsó, utolsó előtti, vagy érted? Tehát, hogy mennyi ágyúja van, az a lényeg. Így távozóban egyébként azért még oda csapunk neki. Veszít hajókat, terszállítót is, meg hadihajókat is. Hú, itt 6 darab ágyúja van. Igen, de azt mindjárt kivásárolom azt a szigetet elméletek. Ó, látom. Az elméletek, amin dolgozom. Az 2 millióba kerül, azt látod, ugye? Micsoda? Az a sziget. Melyik sziget? Amikor a zászlót meg akarod venni, az nem az, hogy az 2 millióba fáj? Ah, well, ebben az esetben hát rohadjon meg. Vagy rosszul értelmezem? Nekem is, most ahogy mondod, nekem is logikusnak tűnik, annyi pénzem nekem nincs. Nekem van 1 millió, Tomi. Tudok küldeni. Jó, mi most ketten összedobjuk az árát egy olyan szigetnek. Én ezt komolyan mondom, hogy én ezt átküldöm neked, azt az 1 millió. Én nem is tudom, hogy lehet ebbe valahogy, küldtünk már pénzt, nem? Küldtél már nekem pénzt. Szövetségesnek lehet. Én átküldöm neked ezt az 1 milliót. Még ne küld át, mert még nem tudom most megcsinálni a transaction-t. Majd akkor jó. Csináljuk meg, mert érted, ha addig, meg ha utána nem tudom megcsinálni, de... Igen, és akkor az utolsó szigetét meg bedöntjük. Jó, várjuk meg az utolsó meg... szigetével, hogy végezzek jó. Az új világban, és akkor utána gyakorlatilag mehetünk is bedönteni amúgy. Mert hogy megvan hozzá a kapacitás. Én még csinálok azért egy-egy hajót. Jó, én most az új világban vezérlek addig egy szintén egy foglalást. Az az utolsó szigete abban a... Jaj, ne viccelj már, haver. Nem merek neki fogni én meg ennek az áramellátósdinak. Én közben. Se fogtam neki a mai streambe, szinte alig-alig haladtam valamit belőle, mert... egy haldokló hajómat kergeti egy kis egyágyús vacka. Jaj, de cuki! Nagyon, de nagyon dühítő, mert közben olyan annyira le volt gyengülve az a hajó, hogy egyébként elvihette volna. Értetted, hogy ha úgy alakul, akkor... Igen. Srácok, az ágyúkat! Lőjétek az ágyúkat! Nagyon rajt vagyunk az, Gab. Szerintem... Hát ha minden a terveim szerint halakul, akkor ebben a streamben egyébként szerintem elkapjuk a nénit. A rózsaszín nénit? Hát amiről nem tudunk ugye, hogy van-e olyan világban, ahol mi nem vagyunk. Viszont ha a fővilágban kiütjük a szigeteit, akkor igazából onnantól mindegy, hogy tudod, hogy máshol van-e, mert nem fog tudni mindent megtermelni. Igen. Úgy konkrétan szerintem ma kiütjük a nyerekből. A nénit ki kéne ütnünk, igen. Igen.
és kövire már akkor igazából csak a Viktor marad, akit ki kell ütnöm. Ja. Jut eszembe. Mi történik? Ja, visszajöttem azért a flottáért, ami megállt. Hogy tudod, menjenek haza javítani attól még, mert odaindultunk. Jujjúj. Hát most meg elfogyott a kóbászom. Az ágyút, srácok, lőjétek már az ágyút, hát könyörgöm. Hát mit kell tennem, hogy ne legyetek ki? Ó, hogy nem azért... Úgy néz ki, mintha az ágyú helyett az a javító tornyot építenék, vagy lőnék következetesen. Igen. És nem azt lövik igazából, csak olyan szögbe lőnek, hogy megakadnak az ágyúgolyók. Hát az igen, de itt most teljesen felségesen vesztettem ennyi hajót. Jó. Az új világ tiszta. Nagyon szép. Szia, Crydee. Mármint nem tudom, hogy hajói vannak-e, szigete nincs. Egy sziget van viszont még az új világban, ami nincs elfoglalva. Senki által. Szóval, ha arra gondolkozol rajta, akkor lehet, hogy oda érdemes lenne kimenni, mert különben vissza tudja vetni magát, ugye? Ha megnézed az új világot... Most. Ja, jó, oké, akkor mindegy. De igen, megnézem az új világot. És bal oldalon nem a legszélén a csicsekben, hanem egy kicsit beljebb. Visszább, igen. Az a sziget az, az egyetlen, ami még nincs elfoglalva. Senki által az új világban. Nem tudom, hogy van-e... van egy hajóm. A nénye nem sokára meghaltom. Mit kellene ráraknom? Hát vinni kell acélt, meg azon gondolkozom, hogy vigyek. Várja, van nekem valamelyik szigetemen ilyen cucc? Van-e acélom? Az acél az... Nálam van acél, meg ilyenek, hogy... Na van mindenem. Van mindened? Jó. Akkor valahogy összedobhatjuk a dolgon. Na azt elfoglalom akkor azt a pici szigetet, úgyhogy annyira nem is pici. Azért ez egy elég nagy sziget. Igen, igen, igen. Nagyon örülök. Jó, akkor az új világ elméletileg rendben van. Egy kicsit összepaterolom a hajóimat, hogy megsérültek. Én is most javítok. Rengeteg pénzem van. Micsoda? Hova tűntek a munkások itt? Hogy? Á, hogy meghalnak, mert... Ó, az örök klasszikus a meghaló munkásokkal. Na, újvi. 2.196.000. Kérdés, hogy meg akarjuk-e venni azt a szigetét. Én amondó vagyok, hogy vegyük meg. Vegyük meg, mert azt nem fogjuk tudni bedönteni a hatágyújával. Jó. Akkor tudsz-e küldeni 1 milliót? És akkor... Tudok, hogyha... Jó, akkor szövetség gondolom. Diplomácia. Hello, XG! És mire kellene kattintanom? Action. A gift, szerintem. Send gift. Ja. Yeah. Elküldtem. Megkaptad? Megvettem. Nagyon szép. A miénk a sziget, ugye? Igen, ez... Hát ez van. Úristen, de... Így eltűnt minden, ugye? Ez eltűnik minden, igen. Az infrastruktúra, ez nyilván nem marad meg. Megkapom a kikötőt. És így nem volt a bevételem. Elköltöttem rengeteg, de rengeteg pénzt azért, hogy kevesebb legyen a bevételem. Jaj,
Jaj, de szomorú ez valahol. És ez komoly? Hát... Abból volt a pénzünk? Hát nekem igen, neked nem, ott voltak, neked nem voltak ott részvényeid, de hogy nekem abból volt a pénzem. Jaj, imádom. Imádom ezt a játékot egyébként. Fú, baj. Valamit a gazdaságommal csak kéne csinálnom. Na, mi van veletek, srácok? Semmi? Mitől nem vagytok tik boldogok? Hát most épp van rumotok, szóval mindenki maradjon csendve. Hát elméletileg ez Újvinak is sokba került amúgy, de tény és való, hogy most nagyon sokat költöttünk. A részemről taktikailag nem volt nagyon jó ötlet ez. You can boss me around all you like. Ez egy nagyon jó hír. Na, mi van a konzervgyártásunkkal? Hogyan veszítsünk el egy háborút úgy, hogy közben megnyerjük? By Viktor. Igen, egyébként. Igen. Az igazi taktika egyébként részemről valószínűleg az lett volna, csak nyilván ez most értetted, hogy nyilván mivel együtt játszunk, meg kóban, meg ilyenek, ezért egy csomó mindent nem csinálunk. Az igazi taktika az az lett volna, hogy nekem ugye nem érdekem a nénit már kiütni. Nagyon régóta, mert rám nem veszélyes, viszont az összes pénzem tőle jön. Tehát, hogy valószínűleg, ha most, tehát, hogy most ténylegesen nyerni akarnék, érted, és nem az lenne a lényeg, hogy megbeszéljük, hogy mit csinálunk, és azt csináljuk, akkor valószínűleg, amikor nálam voltak a néni részvényei, akkor egyszerűen meg kellett volna, hogy téged támadjalak. Persze. És elkezdeni, mit tudom én, az új világban, az ég egyet a világon, ugye nem tud semmit csinálni a flottámmal. Na, tehát, jó, csak úgy annyira nem fun. Én csak úgy meg nem fun, tehát hogy meg ugye nyilván nem, most nem az a lényeg, hogy full kompetitívben letaroljuk egymást. Persze. Hát a függetlenül meg fogom próbálni, amikor eljön az ideje. Szóval csak mondom, hogy amúgy meg fogom próbálni, amikor eljön az ideje. Nem nagy flottám van, de van. Hogy őszinte legyek, nekem az itt lévő flottám meg van javítva, de mielőtt az utolsó szigetének neki megyünk, ami szinte biztos, hogy védve van, egyébként nincs annyira védve. Ó, az előző volt a főszigete! Igen? Igen, amit kivásároltunk, az volt a főszigete. Ó. Oh. Én adok el neked részvényt, ha gondolod. Nincs részvényi pénzem körülbelül. Mennyiért veszi meg a királynő? Adok el. Mennyiért veszi meg a királynő? Valaki vegyen már részvényt. Egyébként a királynő tök rossz áron veszi, nem? Nagyon rossz áron veszi, igen. Tehát a 300... Mennyibe kerül amúgy? Mindjárt megmondom. 185 ezer, nekem meg 78-at ad érte. Nagyon jó. Imádom. Ja, ez a királynő, ez ilyen, azt mondja, hogy de hát én vagyok a aztán. Te úgy egyébként, te meddig vagy ma? Én ma nem dolgozok ma, úgyhogy nem tudom, te meddig vagy ma? Hát én nagyon gondolkozom, hogy... mivel nem készültem el az adventi kalendárium videóval, ezért lehet, hogy ilyen dél körül, ha így elköszönnék, az... Én is pontosan ugyanígy számoltam, mert én utána a C-vel fogok tarkovozni kettőtől. És akkor még eszek, meg ilyenek, úgyhogy... Az jó akkor, mert ugye egyig... Nekem az tökéletes. Egyig lenne amúgy a stream, de hogy haladni kell ezzel az adventi kalendárium dologgal is. Persze, nekem az hibátlan. Nekem jó, akkor délig. Akkor délig felmossuk a padlót a nénivel.
És aztán utána meglátjuk, hogy megbeszéljük majd a következő időpontot, amikor egymással mossuk fel a padlót. Hát utána már egyébként szerintem a következő streamben már lehet, hogy egymás ellen kell játszanunk. Igen, igen, valószínűleg előbb vagy utóbb nem tudjuk tovább elkerülni a dolgot. Nem, igen, persze, meg hát... Ugyan vicces egyébként, hogyha az végén mégiscsak van egy győztes. Így, így. Az Istenért van itt ennyi épület. Hogyan teszek le izét? Üzemanyag kikötőt. Alapból nincs az Insta sztorik alatt, vagy csak az enyém adta meg magán? Kéne lenni zenének, csak valószínűleg ha rá kell adni a hangot. Van tudom, mindegyik epizód alatt csatám, van zene. Nyomjátok gyerekek. Valaki erősítse meg, kérlek, hogy van zene. Ja. Elég. Elképzelhető, hogy elő szokott fordulni velem is. Én velem csak annó közben egyébként. Hát az annó, az olyan szerintem az nagyon specifikusan ilyen játék. Tehát, hogy az tudod, az így hajlamos erre. Hát igen. Rákérdeztek most a chatemen, hogy az adventi kalendárium visszaszámlálós Insta sztorik alatt direkt nincs zene, vagy csak náluk van valami, én meg így, nincs zene? És tehát így aprólékosan vágom a zenére a dolgot, mi az, hogy nincs zene? Én se hallottam, van mindegyik alatt, csak hangot kell ráadni. Ja. Mert hogy azok alapból mutolva vannak ugye a sztorik, és aztán ha adsz rá hangot. Aha, mert én nálam eddig mindig némán raktad össze. megérte az összes... Megérte az összes melót, amit eddig beleraktam a dologba. Tényleg, elkezdelem, hogy órákig vágod, hogy jó legyen a zene, minden. Hát most már nem egyébként, mert ugye már megcsináltam korábban a zenéket, de hogy ma például pont a felszabaduló időt, tehát hogyha délben elővem a streamet, akkor az extra idő, tudod, ami kialakul, azt abban valószínűleg pont fogok új zenét vágni. Miért estünk le minuszba, srácok? Azt mondjátok már meg nekem, légy szíves. Moment, nincs konzerv. Ezt mondjuk. Ez még igaz lehet. Nincs ceasefire. Na, mindjárt lesz ceasefire, nyugi van. Mert akkor ezerrel? Hát ma nem jó, mozikám. Kodoztok? Megvettük ezt a Vanguardot, ezt el szoktunk néha kodozni. És jó amúgy? Hát nem. Imádom. Jó, Istenem. Jó, oké. Az a baj, hogy minden, ami a Rainbow Six Siege-nél egyszerűbb, az casual, és ami a Rainbow Six Six-nél bonyolultabb, az meg tryhard. Abszolút értem. Érted, ez olyan majd, mikor elkezdesz vezetni, és aki nálad lassabb, az béna, és aki nálad gyorsabb, az meg egy huligán. Ezt abszolút ismerem ezt a jelenséget. Igen, de már semmi nem lesz jó. Szoktunk mi, hát néha szoktunk izét, tudod, a Battle Royale tingjét veretni a kodnak. De olyan átkozott túl nagy, mint valamire hely kell, az az első dolog gyakorlatilag, amit tudod, letörlök. És ilyen... Viszont most jön hozzá egy ez a Warzone map, vagy nem tudom. Ja, azt jön valami trópusi map. Igen. Igen, és az viszont kipróbálhatnánk majd. Én adom, abszolút. Az egy ilyen második világháború körüli trópusi map, hát ezt megnézhetnénk, szerintem az izgi lesz. De én azt adom. Támadnak? És akkor nem tudom, így Zsolti, Dave, nem tudom, hogy kik lennének. Aha, összeszedünk egy csapatot. Én ezt adom, én ebbe abszolút benne lennék. Uh,
Lehet, hogy a gazdaságomnak nem fog jót tenni, hogy elviszem az összes szappant eladni a börtönbe. Ó, mert ez egy külön... Ó, ez egy külön csávó. Kicsoda, micsoda? Azt hittem, hogy a kalózok azok ugyanazok a kalózok az új világban, meg az óvilágban is. És nem, és lelőtték a hajóimat. Azok nagyon nem ugyanazok. Illetve nyilván ugyanolyan agresszívek, ugyanazt csinálják valószínűleg, de hogy közben elméletek nem ugyanazok. Ja, igen, két különböző személy. Jó, de most már béke van. Gyere szépen előrébb, hogy elkezdje javítódni te is. Mindjárt kész van egyébként az új világos flottám. Én szerintem még mindig szappant hordok a börtönbe. Te ezt beraktad ilyen fix izére folyamatosra? Igen, folyamatosra. Jó, kész az óvilágos flottám, kész az új világos flottám, akkor már csak haza kell hoznom az új világból. Szerintem lelőtték azt a hajómat. De te nyomon tudod követni egyébként itt, hogy mikor mi történik a hajóiddal, mert... Hát jelzi a játék, szóval... Van ettől függetlenül vannak hajóim, amiket nem találok, de az általában nálam abból ered, hogy tudod, elküldöm valahova csinálni valamit, és aztán ott keresem, ahova azt hittem, hogy elküldtem csinálni valamit, és aztán kiderül, hogy nem küldtem el mégsem, mert nem tudom, félre kattintottam, vagy tudod, valamit elrontottam. Na, én úgy szoktam elveszíteni hajókat. Ah. Vagy nemes egyszerűséggel, csak nem ott van, ahol gondolom, hogy lennie kéne. Az a baj, hogy én egyszerűen ignorálom azt, amikor kírja, hogy a hajómat megtámadták. Hát ez pedig elég, ja, ez elég fontos. Meg ugye viszonylag gyakran van olyan, hogy tudod, ha valami kézzel csinálok valami projektet, tehát hogy ez már nem automata kereskedelmi útvonal, meg nem semmi ilyesmi, akkor hát akkor így tudod, van, hogy így útközben elvesztem, hogy elkezdtem-e csinálni, nem kezdtem el csinálni, hol tarthat vajon a hajó, mi történik. Tehát amikor például most ugye szeretnék arra a szigetre beköltözni, amit ugye most vettünk. Igen. Ezt hogy fogom egyébként, te hogy fogod ezt kompenzálni nekem, ezt az 1 milliót? Hát, milyen 1 milliót? Abban én is beletettem 1 milliót. Több mint 1 milliót, ráadásul én 1 millió 2-t tettem bele. Hogy hát fogod... Na jó, de a sziget a tiéd. Tehát, hogy a szigetet megtartatod. Hát az a 200 ezer, az a kompenzációja. Ja, hogy mivel te többet raktál bele, akkor az a kompenzációja? Mhm. Uh-huh. Jó. Jó. Yes. Jó, Istenem. Hát én egyébként ennél nagyobb flottát jelenleg nem tudok fenntartani. Úgyhogy én kész vagyok a... Hazahoznám őket még egy pillanat, és mert tehát nem pillanat, elég nyugodtan. Hosszú idő, mire hazaérnek, mert ugye elég lomhák, de hogy ott vannak még, érted, vannak még hazaküldésre érdemes hajók, így mondom inkább. Jó. Meg viszont hogyha egyébként katonailag döntjük be az utolsó szigetét, én azt mondom, hogy adjuk el a részvényeket a királynőnek. Ez gazdaságilag egy abszolút megérős dolog, a királynő nem vagyok benne biztos, hogy hatalmas rajongója lesz, hogy eladunk neki egy halom részvényt, és aztán ráborítjuk az épületet, de hogy igen, ez... Ez... Csak akkor így nem mi bukunk, tehát hogy azt még kivesszük belőle azt a kis maradékot. De én nagyon szívesen eladom neked is egyébként. Illetve ha kicsit visszatérünk a kompenzációra, akkor én tisztítottam ki az új világot egy az egyben. Jó, ezt így alá tudom írni, jó. De ott nekem nincs flottám azért. Hát nekem se volt, hát nyilván vittem. Nekem se volt alapból, nem az ott alapból lévő flottával az tisztítottam én, az ki. Az én flottám, tehát az én pénzemből épült flottával. Ez nagyon erősen vitatható, ezt gondolom azért te is érzed. 1, 2, 3, 4, 5 darab. Ez meleg lesz itt megint csak.
szerintem jók leszünk, de valószínűleg azért, mert tudom, hogy mit gyűjtök én össze éppen. Ja, jó. Hadiflotta tekintetében. Hát én látom egyébként egy-két hajódat. Látom, hogy azért itt van. Vannak. Mint a tejbe aprítani. Hát a tejbe aprítani sajnos már nincs nagyon, de hajóim vannak. Elég szomorúan hangzik ez, de szóval az van, hogy hajóim vannak. A tejbeaprítás az meg nyilvánvalóan egy izgalmas kérdés. Eladom. Mennyi pénzt kapok ezért? 384-et? Az jónak számít, ugye? Nem tudom. Hát egy 100-as szappanért kaptam most 50 000 durván. Az szerintem az jó, igen. Meg szerintem nem változik, tehát szerintem a börtön a szappant azt fixen jó áron veszi, nem? Mert mint hogy ugyanazon az áron veszi. Jó áron veszi, igen. Csak azt nem akarom, hogy nullára fussak a szappannal, úgyhogy kicsit visszabettem. Hát én az előbb nullára futottam a szappannal, lementünk egy kicsit, lebuktunk egy kicsit mínusz bevételbe. Ja, a rózsaszín néni kivérzett, most ment neki a kikötőmnek egy kis hajóval. Mármint, hogy egy egyágyús kis hajóval. Ó, szegény, kiégett. Igen, ő azt hiszem elvesztette már a lelkesedését a dologgal kapcsolatban. Igen, már mindegy neki. Mondjuk ezt így is úgy is izgi lesz bevenni ezt az egész zónát itt. Mert ugye gondolom akkor mind a három maradék szigetét érdemes lenne elvennünk. Ha már benne vagyunk egy lent. Bár egyébként visszatérhetünk nyalogatni közben a sebeinket. Én már felhíleltem, hát híleltem. Igen, ja, nem most, én is fel vagyok most hílelve, hanem hogyha mondjuk az egyik, tehát ugye ott három szigete van egymás mellett, és ha benyomjuk mondjuk az egyiket, akkor szinte biztos, hogy ott sebződni fogunk. Tehát, hogy érted, valamennyi. Na, mondom, hogy hol tart a flottám. Hát olyan félúton, kicsit a félút előtt vannak. Jó, nyugodtan, csináld csak. Hát mondjuk a Ship of the Line-ok azok le vannak maradva. Igen, a kis hajók azok félúton vannak, a Ship of the Line-ok meg olyan egynegyed, egyharmad úton. Nyilván ezek nem a világ leggyorsabb hajói egyik sem. Hova kell vajon lerakni? Mennyi pénzed van most, Viktor? Nagyon kevés. Az mit jelent? 200, 300, 400 ezer? 450. Jó. Akkor több, ami nekem. Gondoltam, küldök egy kis pénzt. Ja, nem, azért nem. Annyira nincs kevés. Elméletileg több konzervet gyártok, mint amennyit felvesznek az emberek. Akkor vajon mi a retekért fogy el néha mégis a konzerv? Meg tudnád-e nekem mondani videójáték? Viszont a csávó meg, a kék csávó, ő szerintem elkezdte élvezni azt az egy szem kis szigetét, amilyen van még. Nézd, hogy berendezte, nézd milyen. Érted? Az ő kis kolóniája, büszke rá. Ott lakik mind a 20 haverja. Oh boy. Tényleg az az egyetlen egy megoldásunk egyébként, hogy amikor háborúra kerül a sor, akkor nemes egyszerűséggel elvágjuk srácok között a két sziget között a kereskedelmen. Ez az egyetlen egy, amit tudunk tenni. Nem tudunk igazából semmi mást. Újvi szigeteit tényleg nem tudjuk, vagy a másik az, hogy átküldünk egy nagyon-nagyon pici flottát, egy jelképes flottát az új világba, és elcsapkodjuk az új világos kapcsolatait Újvinak.
az lehet az, ami még esetleg számíthat. Oh, még egy szigete lett az izének. A kék kinek? Arcnak. A Willinek. Nem. De, elfoglalt a fő izében. Már megy a flotta. Szegénytől elveszed azt az egyszem kis szigetét? Oké, okay, én adom. Van a csajnak egyébként. Ó, nem, ez nem a csaj. Ez egy random dude. Szemüvegben, sok ágyúval. Aki csak rálőtt a hajómra, azt elúszott mellette. Itt nem lehet ilyet, hogy berakom... Ó, de lehet ugyanúgy mi... Oké. Okay. Ó, tényleg, azt érdemesen megcsinálom nekem is. Tizenegy van, és mennyi kell ehhez? 25. Nem lehet egy hajó két grúbban is? Nem lehetnek a hajók két grúbban, de szomorú. Pedig szerettem volna olyat csinálni, hogy van egy közös grúp az összes hadihajónak. Igen, meg van egy grúp a izéknek, a Ship of the Line-oknak, meg egy a fregattoknak. Olyan lassan vánszorognak a mindenkik igazából, a hajók, hogy ez nem hihetetlen. Ezen van mészkő. Nem találok mészköves. Szigetet? Szigetet, de... Nálad van egy. És nem csinálsz a szigeteden semmit? Melyik? Hát de valamit csinálsz. Amelyik ilyen ég a házad? Az a mész... Ott termelem a mészkövet. Ja, jó. Oké. Okay. Igen, az egy. De van még egy pár mészköves szigetem egyébként. Nem kell. Egyeztethetünk valamit. Nem kell. Nem akarom. Mit csinál ez? Abba pillanatba gyere, de mit keresett ott? Valamelyik hajó odament a rózsaszín nőnek csak a környékére, és már a pillanatban megölték. Hát gondolom szétszették a kikötők. Ja. Miért van ilyen kevés pénzem? Igen, Kevem. Miután kiirtottunk mindenkit a mapról, utána Viktorral egymásnak esünk. Ugye hát, nem kell mondanom, ja. Rutinomnál fogva előnybe vagyok. Abszolút. Jó, azért egy nagy kis propaganda. Na, csak egy kis propaganda. Nem sok propaganda, egy kis propaganda. Valahogy tartsuk már meg a bevételünket. Nincsen egyébként, én úgy tudom, nincs hozzá magyarosítás, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Tök sokan kérdezik egyébként, hogy van ez a játékhoz magyarosítás, és valószínűleg annyira tök jó lenne, ha lenne. Mert itt nem feltétlenül nekünk, de hogy érted, egy csomó játékosnak valószínűleg tök jól jönne. De hogy tényleg én őszintén szóval nem is tudom mostanában mi a helyzet a magyarosításokkal, meg mondjuk hogy értitek, hogyan készülnek a magyarosítások.
Ó, összerúgtad a port a Willivel? Hát ővel összerúgtad a port. Mondom, miért nem tudom megtámadni? Ja, mert mondom, a szövetségben vagyunk, akkor már nem vagyunk. Igen, a viszontlátásra, Mr. Willy. Jó, de szegényre rájár a rúd a legeleje óta egyébként. Szegényre te nagyon rájár. Te se akartad hívni a játékba. Hát nézd, a tapasztalatok alapján lehet, hogy jobban járt volna. Hát igen, ez pontosan 55 másodpercig tartott. Service játékokhoz nem szoktak készíteni, mert minden update felírhatja, ez mondjuk egyébként igaz. Minden hajóm a régióban van már. Most már csak azt várom, hogy összeálljanak egy flottába. A Willynek egyetlen egy szigete maradt. Egy ott a néni szomszédságában. De azt miért? Azt tényleg szépen kiépítette, én ott szívesen laknék. Amúgy igen. Ez ilyen kis nyugisnak tűnik. Békét ajánl 28 ezerért. Rendben, elfogadom. Szóval, hogy akkor azt hiszem egy adott ideig nem tám... nem... De te megtámadhatod attól még. Ahhoz igaz. Jó, az újonnan elfoglalt sziget mellett fog az én flottám várni rád. Jó, mekkora cyberbullyinget veretünk itt szegény csávóval. The war is over. Mennyi ideig tart még a kalózzal a békém? Jó, a kalóz tábor mellett fog gyülekezni. Középen. A kalóz tábor. Igen. Jó, hát én fölmentem oda. Akkor lejöjjek én is oda? Nem, hát te lejjebb vagy. A frissen elfoglalt szigetnél gyülekezel, nem? Vagy mit mondtál, hogy gyülekezel? Igen. Tehát az... észa... Az délebbre van, mint a kalóz sziget. Jó, úgyis látni fogod majd, hol vagyok. Ja, igen. És ott, ja, hát most látom, nekem... hogy most mész valahova. Azt látom. Most megyek fel, igen. Az újonnan elfoglalt sziget. Megindultak az én hajóim is. És aztán majd szépen összetársulunk, aztán kitaláljuk, hogy milyen útvonalon lenne ezt érdemes veretni. Nagyon erős lesz egyébként, tehát hogy volt egy hajóm, amit körülbelül 4 lövésből öltek itt meg, szóval... Hát az a rész az ott nem jó, igen. Az a rész az ott nem lesz egyszerű sehogy sem. Én elkezdem eladni a részvényeimet, és ad érte 8000-et a királynő. Jó, kezdjük el akkor eladni őket. Na, milyen kis boldog, hogy eladtam neki. Mindjárt nem leszel az? Hát most még boldog, aztán majd... Hogyan csináljuk? Elindulunk a legdélebbi szigettel a háromból, és aztán megyünk föntre. Én amondó vagyok, hogy igen. Igen, szerintem is, mert manőverezés tekintetében meg jobb lehet. Mert itt lesz hova menekülni, hogyha valami félre sikerül. Igen, mert hogyha közben meg kihúzzuk a hajóinkat úgy, hogy behúzzuk egy másik ágyú keresztüzébe, az nem lesz annyira jó, Móka. Igen. Pontosan erre gondoltam egyébként. Te gyártasz már szemüveget ezeknek a jó embereknek? Nem. Mennyit termel egy ilyen ház most jelenleg? 147 ingyenőröm van. Az mondjuk nem jó. De ezeket én le is állítom. Wow, az igazán izgalmas szituáció van most jelenleg az engineerjeimmel és az artizánjaimmal, hogy egy artizán házat a jelenlegi szinten nem érdemes felfejleszteni engineer házzá, mert kevesebbet keres. Mert ugye az artizánoknak mindenük megvan, körülbelül, kivéve most room. Teljes adót igen, fizetnek. És full adót fizetnek, a másik meg még nem full adót fizet. Én azt hittem, hogy már azonnal megéri körülbelül. De most megnéztem konkrétan, és nem.
De fura. Nem baj, fiaim. A művészek tartják el a gazdaságunkat. Ilyet sem hallottam még. Ilyen házakat kellene építenem, gyerekek, de hát nem tudok. Se kenyér... Nem, kenyér az mondjuk pont van. Na, kenyér pont van. Ó, hogy azt érted, frissen elfoglalt sziget alatt. Oké, nem ugyanarra a frissen elfoglalt szigetre értettük a dolgot, én a... Na, most például egyébként elvesztettem egy nyavajás hajót. Oké, megtaláltam, csak még mindig megy. Én arra gondoltam frissen elfoglalt sziget alatt, amit te foglaltál el ugye frissen. Amit elvettél a Willitől. Ja nem, én a... hát az nem volt elfoglalás, hát az csak... Az csak egy kis mentem. Villongás volt. Persze. Én innen nem hiszem, hogy feljebb megyek, mert hogy ezt a lenti szigetet támadjuk úgyis először, vagy legalábbis arról beszéltünk. Még várok igen. Négy Ship of the Line-t, hogy megérkezzen. Itt csak hadihajóval van én, harc, igen. Itt csak tengeri, csak tengeri ütközött. Nem vagyok messze. Látom. Neked az a teljes flottád? Ezt miért érzem, úgyhogy egy kicsit lekezelően mondtad? Nem lekezelően akartam, ne haragudj. Nagyon szép hajók, csak kicsit meglepődtem rajta. Igen, nekem ez a teljes flottám. És már hallottam ebből a hűből, hogy ő lehet, hogy nem várja meg a következő streamet azzal, nem. Hogy ő engem, de... Megbeszéltük, amúgy nem várnám meg. Amúgy nem. Ha nem egyeztünk volna meg, akkor valószínűleg nem várnám meg. Igen. Vigyázz, nagyon közel mész a szigethez, és szembe jön veled egyébként egy hadihajója. Nehogy pont az ágyúgható távolságába kezdjétek el vele harcolni. A hadihajója nem erős, csak érted, ha mellé lőnek az ágyúk is, akkor ez nem jó. Kicsit félve kérdezem, azt tudod, hogy az egyik hajó, amit viszel, mint hadihajó, az nem hadihajó. Hogy ne tudnám. És pont néztem azt a hajót egyébként, és láttam, hogy tudod, mondod, hogy ne tudnám, és akkor fordul el, tudod, és megy haza. Imádom, jaj, zseniális. Hogy ne tudnám? Ó, találkoztunk egy terszállítójával. Hát ezt lőjétek már addig, hogyha már így benne vagyunk. Aj. Annyira jó így, hogy a kalózhajók, tehát hogy a hajóim most véletlenül beúsztak a kalózszigetre, és a kalózszigetre beúszni az ilyen nagyon-nagyon bátor vállalás, de még battlecruiserekkel is. Tudod, az amik így acélból vannak meg, tehát igen. Hogy még azokkal is nagyon bátor vállalás, és most meg ugye csak így véletlenül beúsznak. Hú, ez az eső, ez nagyon kell annak, hogy ez a játék már alapból is szarul fut. Jézusom, milyen hajóid vannak már. Ja, hát most állt össze a flottám. Akkor támadás! Elindulhatunk, várj meg, jó? Várj meg, jó? Léci, jobb lesz az mindenkinek. Mikor lett neked ennyi hajód? Hát... Én mondtam, hogy egy része nem itt van. Ezek hazajöttek. Igen. Hát meg közben építettem is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Szia Napsi, mi a helyzet? Hogy vagy? 21 hajód van. Jaha, elég drágák amúgy, ha engem kérdezel. De mennyi a plusz bevételed akkor? 10 000.
magát! Hogyan? Úgy világ, nincs több kérdés! Hogyan? Gratulálok a győzelemhez! Ne, tudod, így mondtad, hogy egyébként ez még szóval, így, tudod, így mondtad, hogy hát, hogy izé, hogy nagyon erős a gazdaságom, és így hát a gazdaságod valóban nagyon erős. Tehát ez mint egy vitathatatlan. Tütüü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 ü
Jaj. Ezt nézzétek meg! Hát ez mennyire ciki már! Jó, de, de mi vagyunk az elit harcosok. You can rely on us. Amikor támadásba lendül, gyorsan kezd el lőni az ő hajóit. Okay. Úristen, az okay. Mennyire para lenne egyébként. Képzeld el, így beállnánk mögéd, tudod, és így a hajók egymás közt, hogy 66-os parancs. És így egymást kivégezzük. Újvi, te ugye nem tennél ilyet. Nem, nem, egyébként nem. Jó, akkor jó, mert körbeálltam a hajóidat köztem. Azért biztos, ami biztos. Jó, én biztos. Ja, menjünk. Menjetek csak előre nyugodtan. Köszi. Oda engedlek titeket. Ja, azért úgy állsz, de tudod, hogy más is odaférjen. Persze, persze. Nem akarom blokkolni a hajóidat. Nem akarom blokkolni a hajóidat. Jaj, Úristen. Ha mondjatok már, mi még nem lőttünk, hallod? Igen, akartam kérdezni, hogy tervezel lőni, vagy az most nem, nem pálya. Na végre. Nagyon szép támadás. Nagyon-nagyon szép, abszolút. Jézusom, hát iszonyatos fényben vagyunk. Jaj, ne haragudj, úgy, ez egy kicsit bántó lesz, de muszáj felolvasnom. Új, most te kisecsi, akit anyu parancsa miatt vittél magad a focizni. Na, amúgy, amúgy teljesen igen. A igen. Jaj, Istenem. Jaj. Your enemy's resistance is crumbling. Ó, oh, ne, 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 ne. Oh. Beakadt a kis hajód az egyik ship of the line-omba. Oh, nem baj, pont, pont felrobbantotta egyébként. Morale loss inflicted, 8. Morale loss inflicted, 70. Jó, igen, és? Mehetünk tovább. Jó, next! Jött a következő sziget! A következő pici, vagy a, vagy következő a nagy? Pici. Következő pici. Pici. A baloldali, a baloldali. És add el a részfényeidet, hogy ne... Abban vannak részfényeim? Nem kevés. Oh, wow, tényleg. Oké, eladom őket. Királynéne! There you go, használd egészséggel. Jaj, nagyon boldog. Hát nézd, milyen nagyon boldog. Nem is az volt. Jaj, nagyon boldog. Hogy örült neki? Ja, igen. De neked több izéd volt ennél.
Te valahol rejtegetted a heavy hitterjeidet. Én tudom. Nem, Viktor, nem. Sajnos, nem. De nem volt neked ennél több Ship of the Line-od? De, csak ők közben elestek. Oh. Én nem makrózgattam ki őket annyira ügyesen, mint te. Oh. Ez szomorú. Meg ugye mi megyünk előre mindig. Hát mindig, azért ez egy erős túlzás, de most tényleg ti mentetek. Na várjál, mert nekem egy kicsit itt logisztikáznom kell. Azt a hajót húzd ki. Azt mindenképpen húzd ki, amelyiket lövik. Jó, ez a hajó, ez körülbelül már mehet is kifelé. Azt tudtad egyébként, hogy tudsz a hajóidon állítani festést? Nem. Bizony. Bekez egy... Csak a... itt hordó... gyere gyorsan. A Battlecruiserekre szerintem szebbek vannak, mint a Ship of the Line-okra, de hogy közben egyébként tök jók. Mindegy is ez most, úgy érzem. mindegy is ez most. Mi a Cyber? Támadjunk, Viktor, ez az! Let's go! Let's go! Mutassuk meg nekik! Lövik a kis hajódat, kezd el szerintem nem kihúzni. Számít. Nem számít! Én úgy érzem, meg lesz a győzelem azért a kis hajó nélkül is. Jó, de hogy utána érted, utána háborúzunk, aztán minden hajóra szükséged lesz, meg dolgok. Ja, majd csak a következő streambe, addig lehet, hogy... Mi történik addig? Nem tudom. Jaj, nagyon jó. Én addig összeszedem a lootot. Jó, tudod mit? Én viszem a szigeteket, te viszed a lootot. Mit szólsz? Van egyébként most egy... Van most egy hajóm, kettő, ami nem tetszik az állapot, őket hazaküldöm javítani. Igen, Zigi, veszünk atomot. Az orszoktól. Ki mástól? A kék csávó egyszer csak tudod így... Nem akarsz venni atomot? Úgy néz ki, szükség lenne rád. Atom nem érdekelsz. Mehetünk Viktor a kövire. Adom el a részvényeimen. We are amused! Ha tudnád, királynő, ha tudnád! Mehetünk. Csak kövess engem, mutatom az utat. Jó, megyek. Megyek, főnök. Nem mozdulnak a hajóid, ez valamit jelent? Igen, az, hogy éppen próbáltam regroupolni, úgyhogy ez a kettő, akit hazaküldtem javítatni, ez ne forduljon meg azonnal. Szia uram, Walter! Szia uram, atom érdekel! Gyerünk, na, az elit festéseddel, mutasd, hogy hova megyünk. Na, viszont egyébként a következő izénél ott tényleg para. Tehát, hogy azzal ott vigyáznunk kell majd. Hát Max, neked, mert nekem nincs sok vesztenivalóm. Ez az igazság. Jaj. Max, neked? De tényleg. Visszaadom ezt most medve, mert... Beáldozom erre. Jobb ez ott nálzapon. Amíg tudom, felvesszük az ütéseket. Olyan büszkén megy elől a fregattod egyébként. Nézd, hogy vezeti az egész flottát. Ugye milyen szépen? És elátom, a tudod, hogy... A zászlós hajónk. Ahogy a legénység így tudod, üvöltözik rajta, hogy TÖPÜK ÖKET SZÉT! És amúgy tényleg... Szia, Deki! TÖPÜK ÖKET SZÉT!
Ilyen félmesztelenül az árbócon lóba. Igen. Tudod, hogy ilyen késsel a szájban, mikor te... Jaj, nem tudom, ezt most, nem tudom, most nézted a flottánkat, de a hajód megállt, hogy elengedjen egy kis kalózhajót. Az, ami elővezeti ezt az egész hatalmas flottát, az fogta és megállt, hogy elengedjen egy kis kalózhajót. Tépjük őket szét mindjárt! Mindjárt! Jó. Imádom! Nagyon éljük, de készítettem, nagyon jó! Jobb kész szabály volt, egyébként igaz, tényleg jobbról érkezett ez a hajó. Igen. Én megyek már, Viktor. Én is megyek. Engem már lőnek. Ó, az baj. Akkor ezt a hajót viheted is kifelé. Igen, yeah, az jobb, ha az azonnal megy kifelé. New orders, Admiral. Fú, látom, vezeted a charge-ot tényleg. Na, végre lőttem is. Hallod, csak az éhajóimat lövik. Hát azok értek be először, és akkor ugye az agrót felvették azok. Igen, direkt cheat csináltam. Én tényleg elég direktnek tűnt, ha engem kérdezel, innen nézve. Direkt. Meg fog halni a ship of the line-on. Szerintem már nem is tudod kihúzni. Az enyém között áll egy és már nem fog kiérni. Igen. Támadás! Tovább visszük emberi. Az ászlódat. Oda megy egy emberem és felveszi az ászlót és... Rendben. És kitűzi valamelyik. Mondjuk az én ship of the line-om is meg fog halni valószínűleg. Valaki engedje már ki, hát húzzál már egy kicsit arrébb, hogy kiférjen az a másik. Hát ne légy már ilyen... Istenem, mintha a belváros látnám este. Ó, oh, az a nem figyeltem az egyik ship of the line-ra. Ezt itt a picit meghagyjuk, hogy majd ő visszavezeti a... Persze. Gyerünk, Viktor, támadás, nem állhatunk meg! Hát nem is állok. Sőt, az a helyzet, hogy ennyi hajó mellett már kihozni se tudom őket. Igazán jól. Na, mindjárt összeomlik az ellenállásuk. Igen. Végre lőttem egyet én is. Nagyon szép. Morálos inflicted. Egy. Egy. Jaj, hát azt a Morálost azt inflictáltad. Van még egy szigete a hölgynek. Van, de az, ott az összes részvénye miénk, viszont benne vagyunk, szóval agyonverhetjük. Hát én már megyek is. Hát akkor én gyorsan eladom a részvényeimet. Miért megérkezel? Vagy kettő szigete van? Ja, de ott csak izéje van. Na, de azt is letöröljük. Ha már itt vagyunk, akkor nincs olyan, ezen hogy... Ezen már végig megyünk. Ezen igen. Már végig megyünk. Csak én érzem, indokolatlannak el a következő streamet ebből. Az a helyzet, hogy azért nem érzem indokolatlannak, mert nagyon mókás. De ha gondolod, nagyon szívesen elkalapállak most majd a végén. Szerintem van még rá időnk. Bár egyébként azt ott betörni tényleg nagyon nehéz lesz. Hát azért nekem ilyen 8 ágyúim vannak ám. Igen, az ott tényleg nagyon nehéz lesz.
Szóval, hogy amiatt elhúzódhat amúgy. A kérdés, hogy akarunk egy külön streamet, ahol annyi történik, hogy... Hogy te itt ezt támadod. Hogy én próbálok hát, megerősödni. Újja, mert jó, ez egyébként ez tényleg eldőlt. De így együtt ez meg nagyon fun volt. Nagyon móka volt, meg így is nagyon, meg még mindig nagyon móka. Igen. Kettő hajód van már csak? Ne biztos, hogy gyártasz otthon. Olyan isten nincs, hogy nem csinál. Ó, ott vannak még hadihajóid, láttam őket. Hol? A kikötődben el kettő fregat. De neked azt miért kell látnod? Meg van egy fregatt, ami meg szállít. Na, vannak neked még itt hajóid? Fregatt, ami szállít. Igen. Van egy fregattod, ami szállít. És vannak kis hadihajóid is, amik szállítanak. Öt kis hadihajó van, ami szállít. Ja. A szappant azt meg töretlenül adom el. Szerintem ezt most le is állítom, ezt a szappan eladást itt. Azt mondod, hogy most jött el az ideje, hogy többet ne adjál szappant. Már értelmetlen. Csak hazamegyünk védeni a Fő-szigetet mindenkivel. Igazából ez a terv. Elfogadom a pénzt. Küldjed. Nem volt. Hát nem. Egyébként, ha szeretnéd, vagy van kedved, akkor felőlem fejlődhetünk tovább amúgy. Nem tudom, hogy nyilván az a kérdés, hogy neked van-e kedved, tehát hogy még nem voltunk érted fent nem voltunk fent a befektetők szintjén. Igazából csinálhatjuk azt. Hát jó, csak közben meg eldőlt a játék, tehát. Hát az el, persze, igen, az el. Hogy az téged zavar, igen, ez a kérdés leginkább. Na igen, tehát hogy ez ilyen, tudod, ez a... Hát, hogy be kell fejezni a meccset érzése van az embernek tőle. Aha. De az nem játszik, hogy kezdünk egy új mentést, vagy? Felőlem kezdhetünk új mentést, mert én abszolút szívesen streamelnék veled annót. Hát én meg szívesen játszok veled annót, tehát hogy igen, tehát hogy... Úgyhogy akár azt is csinálhatjuk, hogy nem tudom, kezdünk egy újat, és akkor nem tudom, kitaláljuk, hogy mik legyenek a játékszabályok. Megvehetjük-e egymás részvényeit? Igen, mert egyébként ugye nem fektettünk mi le semmilyen szabályt, hogy mit, hogy fogunk játszani. Igen. De ugye itt közben azért jöttek azok a dolgok, amiket jobb mégis, hogyha letisztázunk előre. Hát, vagy akár azt is csinálhatjuk. Ez mondjuk izgi. Kitalálhatunk egyébként valamit, hogy hogyan... 1v1 barát ez a játék, hogy meg is mutassa, mert amúgy értetted, hogy hogy az van, hogy ha most csak tényleg 1v1-re fókuszálunk, akkor így egy tök valid taktika, hogy a legelején elkezdünk masszolni hadihajókat, és gyakorlatilag farmereket felpakolunk rájuk, aztán már megyünk is, értetted, hogy... Na igen. Vagy az is elképzelhető, hogy tehát rakhatunk be nehezebb ellenfeleket, és akkor együtt nehezebb ellenfelekkel küzdünk. Olyan, az lehet, csak mert a különböző AI-oknak van. Három ilyen AI legyen. Három nem lehet, mert négy a max. Ja, de hogy kettő nehezebb AI-t be tudunk. Tehát mit tudom, berakjuk a rózsaszín nőt, meg berakunk még egy nehéz AI-t. Az úgy jó. És akkor csak azon kell valahogy, érted, hogy a kóban egymást megpróbáljuk bevédeni. Én például azt is csak rá tudom képzelni. Mert ugye most az egyik AI nem csinált semmit. Emlékszel, hogy az előbb 10 000 volt a bevételem? Nem tudom, mi történt, igen. De most már csak 1000-es. Hát mert minden részvényünket eladjuk. Ó, tényleg. Nekem 3000 hat. De hát mindenünket eladjuk, szóval. Meg szerintem nincs rumom. Ja, nincs rumom. Ezt nem fogod elhinni, az új világba kergeti az egyik hadihajója a rózsaszín nőnek az egyik teherszállító hajóban. Jézusom, lelőtték azt a hajómat, ami a rumot szállította, de hát már nem fogok újra. Ja, itt már nem lesz rum.
Viktornál lassan megáll az annó. Egyébként botrányosan szarul fut az annó nálam. Nálad az ilyen tudom, teljesen meg... smooth, meg rendes? Nálam? Igen, igen. 144 FPS-sel, gyönyörű szépen minden. Nálam valamiért ilyen döglődik konkrétan. De stream? A streamben vagy a gépen? A játék maga, és ugye nem azon a gépen van a stream. Igen, szóval... azért az, mert hogy két streamen, vagy két gépen stream. Én vagyok a host. Igen, én vagyok a host. Azt számíthat ennél a... Max, nekem lenne rosszabb. És azt is, igen, ez is egy jó szabály egyébként, amit most nekem is itt írtak, hogy akkor veszünk egymástól részvényt, ha már csak ketten maradunk. Tehát, hogy előtte nem vásárolunk egymást. Ez jó ötlet egyébként, ez jó ötlet. Nyilván nagyon vicces volt, tehát azért én örülök, hogy egyszer ezt... Én is egyébként, mert szerintem annál, én annyit nem nevettem még streamben, mint mikor ott vásárolgattuk össze-vissza egymástól. Azt írják nekem, hogy tökre számít egyébként az, hogy én vagyok a host. Jó, igen. De hát... Nem... Kertrex azt írta, rengeteget számít. Tehát, hogy én elhiszem, mert hogy ugye egyébként a normális mapemen, azon a nagyon fejlett mapemen, ott nincs nagyon problémám. Mert viszont, hogyha elindítjuk a következőt, Viktor, tehát szeretném elérni azt a fejlettségi szintet, amikor ezt az olajat, meg ezeket kiépítjük. Én is. Én is, meg szeretted, hogy az van, hogy ha jól tudom, te még nem voltál ott, és akkor ez tök jó lenne így együtt így gyakorolgatni a dolgot, meg így... Igen, 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 igen. Jó, én ezt adom. Olaj, vasút, stb. Igen, igen. Mert azok nagyon izgik, ráadásul a battlecruiserek. Esetleg tudod, mit lenne még szuper izgi elérni? Léghajók. Példa, igen, igen. Mert a léghajók ezeket... iszonyatosan drágák, de hogy... Újvi, kész infókat kap tőled, minden más dolgot neked számol a gép és a két AI-t is. Ó, tehát akkor a három csapatból kettőt gyakorlatilag az én gépem kezel. Vagy mint a négyből hármat, az lehet, ja. Valameddig igen, Tarmin, tehát hogy... Mert... Tök jó lenne most még tovább fejlődgetni. De így, hogy már nincs cél, mert tudod azt, hogy te kikaptál. Mhm. Így már nem olyan fejlődni, mint mikor megvan a verseny hangulat, vagy hát nekem legalábbis. Ez a kettő hadihajója van Újvinak. Ó, singleben is van valami, tényleg jól mondod, hogy van singleben is valami. Meg most így, hogy eljutottunk idáig, megint egy picit tovább jutottam, mint mondjuk egyedül. Most megint egy picit már máshogy kezdeném el megcsinálni a szigeteimet egyébként. Aha. Én ezt tökre adom, Újvi, csináljuk ezt. Itt ezt most lenyomjuk a rózsaszín nénit. Kezet fogunk, mert nyertél. Kezet fogunk, és aztán indítunk következőre egy... Egy újat. El fogok veszteni egy Ship of the Line-t, mert beszarult az öbölbe. Megmentelek, várjál! Új, de övöm! Nem tudom megmenteni. Nem. Pedig odaálltam elé. Jaj, hősies! Hát még nekem jön a pályán át még egy pár Ship of the Line-om, mert ugye én rotálom őket közben hazajavításra. Hát mindegy, ezt szerintem bedöntöttük már így is. Ja, sőt, ráadásul ezt egyébként most döntjük be másodszorra, ezt a kikötőt. Atlasz, nagyon sok idő lenyomni, mert viszont a statikus védelmét egyszerűen idő áttörni, és ahhoz ez a hajó mennyiség nem elegendő. Fú, te izére mész karddal? Oda parkol a Ship of the Line-od, és én oda megyek!
A zászlós hajó. Lássák, hogy kiöli meg őket. Lássák. Hát ha több pontot kapok, nem csak egyet. Lássák, hogy kiöli meg őket. Let's go! Legalább 5 pontot érdemeltem. 8-9! Úristen, ez most jól ment. Azért elfoglalom a szigetet, de amúgy nagyon jól ment. Jaj, meg ugye az izékre akarok majd sokkal jobban elkezdeni figyelni. Ezekre a... Hát nem kiegészítő kártya. Tudod, ezekre a kis emberekre, akiket igen. be tudsz rakni helyekre. Igen. Azokra nagyon... Az a baj egyébként, hogy azok a legjobb forrás, amikor már veszed, ugye? Mert ugye azt tudod, a stabil, tehát nem az van, hogy most vagy kapsz a küldér, vagy nem, hogy iszonyatosan drágák tudnak ám lenni. Hát na jó, de volt már mind a kettőnknek 1 millió fölötti összege. Abszolút, tehát. Abszolút, de például egy kék kártya, ami még csak tudod, nem is lila, vagy ilyesmi, igen. Már egy kék kártya 100 000 fölött van. Na, igen. Szóval, hogy iszonyatosan drágák, de amikor van egy nagyon jó gazdaságod, akkor nyilván belefér. Nekem most egyébként teljesen jelképes a gazdaságom. Tehát egy teljesen jelképes a gazdaságom. Valami 930-at. Jó, nyilván azért, mert ugye ezt az egész flottát fent kell tartani. Én azért még a végére veszek tőled egy részfejét. Jó, van legyen. Na, most már mínuszban vagyok. Thank you! Jaj, a gazdasági összeroppanás. Húzz el innen. Mennyi pénzed van? 600 000. Jajjaj. És plusz 2000-be vagyok. Ja, az viszont az tök jó. Mennyire érződik az, hogy egyébként tehát az ő pénzükön éltünk tulajdonképpen, teljesen. Az ő részvényeikben. Teljesen az ő gazdaságukon. Tehát, hogy az annyira teljesen az ő gazdaságukon éltünk, hogy öröm nézni. Tehát úgy kezdtem ugye ezt a streamet, hogy volt 18 000 dollár per egységnyi időbevételem. És most meg van 930, amikor ugye kiütöttük azt, akinek a gazdaságából. Igen, hát nekem ez az 1500 és 2000 között ingadozok. Ja. Én egyébként azt mondom, hogy én tök büszke vagyok magamra, hogy ezt... Szerintem ilyen, ez egy nagyon jó rám volt. Igen. 250 dollár per egységnyi idő, ugye egy ship of the line. Tehát az, ami ott van, hány ship of the line-on van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és még van egy olyan 3 körülbelül szétszorva a mepen. Az önmagában 2500 dollár egységnyi időnként. Szóval, hogy nekem valószínűleg a flottán viszi el a pénzt, ami nem teljesen meglepő. Tehát, hogy ugye valamit valamiért nyilvánvalóan. Hát, de én persze, meg mekkora flottád van. Igen, elég nagy. Ilyen izéket kell építeni, trade unionokat, ugye? És akkor azok húzzák fel a... Hát azok a gyártásra csinálják, a városházák, azok az emberekre. És ugye vannak hadihajók, vagy vannak hajók, tehát vannak hajókapitányok, amikkel, azokat igen, meg ugye a hajókra kell felrakni. Ha csak mondjuk, tehát most nézem egyébként így a jövőre gondolva, hogy a mapnak a fele, hát jó, legyen inkább a 40%-a, az a ruha, a kenyér, a sausage. Nekem is, igen. Tehát, hogy annyira sok területet elvesz. Igen, abszolút, igen. Hogy ugye ezt kellene valahogy optimalizálni majd a kövire. Mert egyébként egy működő gazdaságom van, tehát most például plusz 4000-be vagyok. Tehát, hogy működik a dolog, csak... Mm. Ezt fele ekkora helyen kellene megoldani, és akkor jó lenne. A morális győzelem az enyém, köszönöm szépen, Kever. Köszönöm. Szerintem gyönyörűen, tehát abszolút gyönyörűen csináltad. Hoppá. Shoot, lehet, hogy kihozhattam volna a kikötődből az egyszemhajómat, amit ott hagytam javítani. Na jó, mielőtt háború hadat üzenek.
Kíváncsi vagyok, hogy be tudod-e dönteni a fő-szigetemet. Én is erre vagyok kíváncsi egyébként, vagy, de hogy ezek a hajók, ezek lehet, hogy még tudod így elörlődnek addigra. Meg valószínűleg nem lenne rossz, ha tudod csinálnék valami biztonsági szigetet a közeledben, amhova tudod visszajárnék hílelődni, meg ilyenek. És akkor valószínűleg szépen lassan le lehetne őrölni. Hát nem sok esélyt látok rá, hogy ezt... Megnézzük. Tehát most jelenleg az, amit van, tehát lassan biztos, hogy le tudnád őrölni. Lassan biztos, hogy le tudnám őrölni. A kérdés ugye nyilván... Ugye az a terv, amit ugye nyilván nem mondtam, meg nem meséltem neked, de szóval, hogy a terv egyébként az az lenne, hogy egyszerűen beálltam volna a két szigetet közé, és kiszedtem volna az összes kereskedő hajódat, és tehát hiába van ágyúd az egyik helyen, meg a másik helyen, ezzel nem tudsz semmit csinálni. Igen. És összeomlik a gazdaságod. És ugye nem fogsz tudni kijönni. És akkor igazából lehet, hogy egy stream, lehet, hogy 10, de hogy egy idő után lesz elég hajóm. Igen. Érted? Igen. Na nézzük, hogy most ezek mit tudnak. Ja, én is most itt van az egész mindenségem. Fősziget? Lássuk, hogy... Menjünk Fősziget. Fősziget. Lássuk, hogy a Fősziget be tudod-e venni. Honnan jössz? A börtön felől jövök. Hoppá! Valamiért 4000 lett a bevételem. Miért lett 4000 bevételem? Ó, biztos megjött a room. Az alkoholok olyan elképesztőt ingadoznak. Na gyerekek, egy gyors predit! Hogy mondjuk két támadásból tényleg, én Viktor, is csinálok Viktor predit. Meg tud-e verni. Egy ostrom. Egy ostrom? Hogy egy ostromból meg lesz-e? Egy ostromból meg lesz-e, aha. Jó, jó. De az Griff. Ezt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezek az ágyuk nagyon komolyak. Azok elég erősek, nagyon sok, és nagyon sok van belőle nekem. Köszi szépen, Jocó, nagyon király vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hát senki ne azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű menet lesz a Viktornak. Egyáltalán nem. Valószínűleg elég sokat kell zsonglőrködnöm a hajókkal, ha egyáltalán bárhogy. Meg össze is szedem azokat a hajóimat, amik tudod léteznek, úgyhogy egy pici türelmet kérnék a dologgal. Nyugodtan. Mert hogy annak nincs semmi értelme, hogy egy nem használt helyen állnak sipovdalányaim. Nyilván újat már nem építek, mert egyébként épül egy, de az elég messze, hogy elkészüljön, meg hogy odaérjen. De a pályázán lévő, oldalán lévő hajóimat összehúzom. Jó. Szia, Szakszó! Jó reggelt. Hát azzal, hogy most, amikor elkezdtük az időt. Támadni a rózsaszín nőt, akkor kiderült, hogy mekkora különbség van a flottáink között, és akkor így megállapítottuk, hogy akkor valószínűleg nyertem. Viszont így közösen nagyon szépen lenyomtuk, letaroltuk a mapot. Őt letaroltuk, gyereket. Bizony. Le, szó szerint. Pedig kéne lenni a vértnek. Viktor, ez eltart neked mondjuk egy két perc, amíg összerakod a hajóidat? Igen, abszolút. Igen. Kiszaladok, jó gyerekek, egy levegőre, és kettő perc is idő. Jó, csak nyugodtan. Kéne lennie alertnek, nem tudom. Kéne lennie alertnek. Az viszonylag biztos. Elképesztő egyébként, hogy ez a 2021 is hogy eltelt. 2020 is így, és a 2021 is így. Nagyon durva. Erre a két évre nekem abszolút ez az érzésem, hogy ilyen... Tehát iszonyatosan gyors. Nézzétek a kis kereskedő hajóját. Hova a retekbe megy vajon? Tehát altabb miatt offolta magát? Nem kellett volna. Attól még kéne, hogy legyen. Mindjárt megnézem egy pillanat. Pedig van pop-up-om. Működnie kéne elméletileg. Oké. Hazahúzott, ugye van egy Ship of the Line-ja, az mondjuk azért az elég para. Mert ugye az van, hogy az ágyúk, azoknak viszonylag pici a fire rate-je, de hogy elég nagyot ütnek. Fú, ez egyébként, ez tényleg nagyon sok.
Hát de az van egyébként szakszó, hogy amióta ugye megérkezett a kismanó, azóta gyakorlatilag... folyamatosan van mit csinálni. Tehát, hogy ez szerintem, nagyon sokan mondják azt, hogyha gyerekek születnek, akkor így onnantól így nagyon gyorsan telik az idő, mert tényleg folyamatosan. Tehát, hogy reggeltől estig van mit csinálni. Értitek? Tehát, hogy oké, altatás, akkor utána csináljuk a kaját, akkor utána séta, akkor utána megint altatás, vagy a közben, utána megint, tehát, hogy így egyszerűen pak, eltűnik, és iszonyat. Tegnap nagyon-nagyon nehezen, illetve nagyon könnyen elaludt, és aztán pedig felébredt nagyon-nagyon gyakran. Egyébként ez nem egy kis flotta azért. Akár még látok is rá esélyt, hogy áttörjük. Bár valószínűleg a Ship of the Line-ját ezt gyorsan ki kéne szedni, mert azért az nagyon nagy damage-et oszt. Ship constructed. Na, innentől annyi, hogy megvárjuk, hogy Újvi hazaérjen, és megpróbálunk addig nem rálőni a hajóira. Egy kicsit arrébb állunk. Uff. Azt csak így szóróban megszortuk egyébként, és meghalt. Az mennyire durva. Nem tudom, érkezel. Kicsit előrébb parkoltunk, mint terveztem, bocs. Jézusom. Melyik szigetre mész? A főre, csak kitértem, hogy ne lőjem szét a hajóidat, de így is szétlőttek egy hajót. Mert ugye ezek hadihajók igazából csak szállítanak, aztán nem tudtam, hogy be akarod őket hívni a védelembe, vagy sem. De ez a Durantora, ez a legújabb verziója. Hogy, micsoda? Támadás! Olyan kis bátor. Hát, támadtuk. Igen, olyan kis bátor. Na! Mintha leraktál volna még az ott ágyúkat. Nem? Viktornak ez az egész flottája, gyerekek? Nekem ez az egész flottám, igen. Illetve van egy Ship of the Line-om még otthon a bázison, de az most készült el. És lett már egyébként 800 ezerünk közben megint. Aja, vettem tőled egy részvényt. Pedig nem vett részvények, de vett egy részvényt. Vettem bizony. Ó, mutolva vagyok! Ó, bocsánat, igen. Végig ja, mutolva voltam. Oké. El kell indulnunk. Oh boy, az a hajó az ott már be is akadt. Egy megvan. Igen, ő beakadt. Azt meg csak simán nem fogom tudni kihúzni, mert nagyon bátran beálltad a középre. Jó, az összes lövi. Neked megvan a Ship of the Line-od, ami reménykedem benne, hogy nagy damage out, tehát nagy damage vesztés. Kettő Ship of the Line.
Az ott valószínűleg nem fog kijutni. Az a helyzet egyébként, hogy nem nagyon tudom már őket mikrózni sem ebben a számban, sem úgy, ahogy szaggat. Hol van neked még itt ágyód? Baj, mennyi ágyód van még. Holy guacamole, mennyi ágyúd van még. Gyakorlatilag folyamatos most már a ship was destroyed pop-up. Semmi más nem hallgatok, csak hogy halnak a hajóim. Nem lehet részvényeket venni, miközben öllek. Teljesen meglepő. Viszont valószínűleg mint vagy új, lehet, hogy direkt. Bocsánat, nem. Hát nem mondom, hogy nem volt ára ennek a dolognak. 1, 2, 3, 4, 5, hát még 6 hajód van. Ja. Hát ez már meg lesz. Ez meg lesz. Talán úgy lesz meg, hogy innentől már lehet, hogy nem vesztek hajót, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Még azt a szélsőt, ami ott legalul van, azt még lehet, hogy elvesztem. Az FPS-em hazament! Ja, és kimenekíti a hajóját, hogy aa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 
rossz volt a... Annyira tömötten álltak a hajóim is, hogy nem tudtam kihozni őket, de most már ki tudom. Ja, megszor. Sajnálom, Keve. Szia, én is Tibro. Hittem abban egyébként, hogy ezt megfogjuk ezzel a sok ágyúval, de... Hát, mint láthatjátok már a... A fő épületet támadja. Ja, igen, ez le lett brute force-olva a retekben. Jaj, nem mondod, hogy a főépület elpusztítása nem elég a morálnak. Jó, akkor... Nagyon jó a morálom. Akkor megölöm a halászaidat. Take that! Ez egy nagyon drága épület ott, ami téglából van. Azt is megölöm. Minusz 15 ezer lett a gazdaságom. Igen! Azt mondod, hogy a...
Hát az van egyébként ugye, hogy teljesen megszűnt az átjárás a két szigetet között. És ugye mivel szét van, nyilván nem lehet megcsinálni a gazdaságot egy szigeten. Hát de mi van? Hát már rég leestünk a feladás szintjére. Hát miért nem adod fel? Hol kell feladni? Hát nem tudom. Nem, azt sem tudom, hogy ezt neked kell egyébként. Sose történt még ilyen. A rózsaszín csaj hátulról betámad a kis hajójával, azt vágod, megpróbált az azért elvinni egy... Majdnem elvitt egy Ship of the Line-omat egyébként. Megáll az ész. Jó, hát akkor leviszem nullára. Nem tudom egyébként, hogy mit kellene nyomnom. Ne, én se tudom. Én se tudom, sajnos nem tudok segíteni benne. Hát GG. GG. Conquer Island, viszlát. Oh. 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 Ezzel körülbelül 60 órán veszett oda. Igen. Bye. 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 Jaj. Hát ez fun volt, Újvin. Nagyon jó volt egyébként. Viszont igen. Amúgy ezt hozzá kell tenni, hogy a maradék egy szigetedet most helyben a hajók ilyen állapotával nem tudnám beütni. Mert ott is láttam, hogy ott is vannak ágyúk. Hát 4 darab. Szerintem azokat nem tudnám beütni, ugyanígy ezzel a lendülettel. Jó, nyilván mondjuk... Érted? Hát hoznál újakat. Igen. Ó, nézd, ott van még egy kis hadihajód, ami... Ami még közelít a szigeted felé. A fő-szigeted alatt... Megvan, ott, támadok! Ott, ő még ott kotor! Még... Nem, ennek vége van. Ő hisz, tudod? Ő nem kapta még meg a memót, hogy az anyaország elesett. Igen. Jaj, Újvi, köszönöm szépen ezt a játékot, fantasztikus volt. Én és is, egyeztettünk is. Akkor, hogy hogyan... Jó. Hogyan csináljuk következőre, és akkor nekifutunk még egyet, azt felhúzzuk magunkat az egekbe a technológiával, és közben megpróbálunk legyőzni ellenfeleket. Rendben. Szuper fan volt egyébként. Szuper fan volt bizony, és egyébként milyen időben végeztünk, az megvan? 11:59? Megösszedtük a delet, és így... És nagyon szép, igen. Percre pontosan. Na! Én elköszönöm. Ja. Szép napot, jó játékot! Neked is, majd beszélünk. Ja, beszélünk majd, csacsá! Na, srácok! Ezzel véget ért ez a multiplayer kaland. Véget ért ez a multiplayer kaland. Ott azon a pontnál, tehát azon a ponton lett viszonylag egyértelmű az erőviszonyok helyzete, amikor ugye összevontuk a flottáinkat, én is összevontam, Újvi is összevonta a flottáját, és ugye így megláttuk, hogy mekkora a különbség, viszont ettől függetlenül azért befejeztük, a kéknek volt még egy szigete, tehát hogy nyilván, ha 100%-ra akartam volna menni, illetve valószínűleg vannak más régiók, ahol még lehet, hogy az ellenfélnek vannak szigetei, de hogy onnan már várhatóan nem fog felállni. Ezt viszonylag egyértelműen mondhatom. Valami nem jó az Annóval egyébként. Tehát, hogy szerintem valami az Annóval van a baj, mert most a menü is, és most már nem megy a multi. Valószínűleg súlyosbít rajta a multi, de hogy valami az Annóval is baj van. Viszont akkor azt fogjuk csinálni egyébként, hogy valamikor nyilván nem ilyen, értitek, ilyen szuper kötelező jelleggel, de amikor így találunk rá időt, meg összebeszélünk, hogy csinálunk egy másik mentést, ahol viszont megpróbálunk kitekelni a végéig. És megpróbáljuk összedobni a tech-et, amennyire össze tudjuk dobni a tech-et. Úgyhogy ez lesz most. Ma este van még egy stream. De hogy őszinte legyek, még nem tudom pontosan micsoda. Nagyon szeretnék City Skyline-ozni, de sajnos nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy össze tudom addigra rakni a modolt. Tehát, hogy így, hogy értitek, hogy össze tudom-e rakni a City Skylines-t. Addigra jól.
Én nem ismertem fel a tegnapi LEGO adventi naptárban lévő izét. Szerintem, Tibro, én se ismertem fel egy az egybe, de szerintem a Mandalorian első évadában talán volt egy Headhunter. Aki űrcsatázott Mandóval, és ez szerintem az. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Tehát nekem az annak a hajónak tűnik, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Biztos, hogy nem a Headhunter maga, mert van egy Z95 Headhunter nevű vadászgép, ami az X-árnyúnak egy ilyen rököse körülbelül, azt hiszem. De annak nincsenek a szárnyai végén hajtóművei. Afkoltam a körökhöz betont lámpát. A lámpát craftolnom kell egyébként, és afkoltam valamennyit, de nincsen nagyon-nagyon sok. Az utolsó stream óta lehet, hogy nem afkoltam semennyit. De afkoltam valamikor. De nem, még az utolsó stream előtt. Az utolsó stream reggelén afkoltam. És lámpát pedig craftolni kell. Z95, mert volt a Clone Wars-ban is, nem? Én is ezen gondolkozom, mert itt pont előttem van egy kép a Z95-ről, ami Republic festés teljesen egyértelműen. Úgyhogy valószínűleg az már volt a Clone Wars idején is, és akkor valahogy máshogy kötődik az X-árnyúhoz. Vándorlómedve, ezt már akartam mondani, privátba se írj kérlek olyanokat, hogy mik lehetnének, és itt se írj olyanokat, hogy mit lehetnének. Tehát, hogy én majd eldöntöm, hogy mik lehetnek. Ha kérem a véleményeteket, ez egy szavazás. Egyébként közben megtaláltam, ez az Bounty Hunter Fighter, de nem tudom, hogy milyen néven. Ez az a hajó, ez biztos. Piros az ablak, sárga az eleje, szürke hátulja, szárnyak végén van. Ez az. Akármi ez ennek a kicsi LEGO modellje a tegnapi. És szerintem ez az, ami Mandóval harcolt, de nem találok most róla képet. Ja, nem találok magáról a harcról képet. Viszont megpróbálok keresni, várjatok, mert az érdekelne engem is. Mandalorian Space Battle Space Combat. Oh yes, mindenféleképpen szeretném, ha lejátszani. Aha, igen, az, amire gondoltam. Van a Season 1 Episode 5-ben egy űrharc a Mando és egy fejvadász között. És ez az. Ó, hogy a Headhunter volt előbb, mint az X-Wing. Ezt akkor megváltoztatták, mert az Extended Universe-ben, vagy Legends-ben, vagy ilyesmiben biztos nem így van. Mert megpróbálok róla keresni egy jobb képet, mert biztos, hogy van róla egy jobb kép. Nem csinálok hajómodellt, hogy aztán ne mutassák a hajómodellt. Ez nagyon nagy butaság lenne. Kivétel, ha el akarják takarni, mert... Mert nem csinálták meg rendesen. Most a célkereszten látszik egyébként. Ez a hajó az. Biztos, hogy az, igen. Jó, de az ARC 170 mellett volt könnyű fighter a Z95 nélkül is. Mert ott voltak a V-wingek. És a V-wingek könnyű fighterek, amiknek olyan TIE fightereknek az előzményei.
és az RC 170 az meg teljesen más körökre kell. Ja, ne, magam miatt is utána jártam, Tibró, meg nyilván miattad, abszolút miattad, csak neked, csak most, csak a te kedvedért, mert én gondolkoztam rajta, én ide követtem, ó, tényleg prediction. De jó, hogy kérdezted, Napsi. Sikerült egyébként. Sikerült, benyomtam és elvettem új viszigetét. Újvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozta egy szabott The Mini Manor-nek. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Ja, na, megyünk valamerre, srácok. Legyen mit nézni. Szakszó, neked meg, ha még itt vagy, akkor neked meg írnom kell majd ügyesen, hogy mi a helyzet a dologgal. És nagyon sajnálom, hogy nem sikerült összekaparnom magamat így az év végén. Jó, ez így nem ebben a formában igaz, hanem érted, egyszerűen sok lett a minden. Ilyen eszmefutatások miatt annyira jó lenne a DM-elgetés Viktorral. Viktor nem annyira jó. Viktorral nem annyira jó DM-elgetni. Dévet mostában sokat rédeltem. Papi, megyünk Papihoz. Most épp olyat játszik, amit nem is néznek olyan nagyon-nagyon sokan, vagy legalábbis most jelenleg, lehet, hogy azért, mert most lőtte föl. Na, viszont menjetek Isten hírével, érezzétek jól magatokat. Hunt showdownozik egyébként Papi. Találkozunk este 6-kor, és nagyon viszket a tenyerem City Skylines-ra. Ha bármennyi esélyem van összerakni, akkor az lesz, de sajnos elképzelhető, hogy nem lesz esélyem összerakni a dolgokat, amit nyilván szomorú, de nagyon szeretnék City Skyline-ozni. Nem tudom, miért kattantam most megint rá, nagyon szeretnék City Skyline-ozni. Nagyon. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, nagy királyok vagytok, találkozunk este, sziasztok!